Best of Morning Show. Biztos, hogy mindenkinek van olyan ember a munkahelyén, ha valaki kollektívában dolgozik, ahol vannak betanuló munkaerő. Aha. Aki betanul, akinek az első napja, aki gyakornokként van ott, aki úgy dolgozik, hogy most még betanulós, ugye? Hát ez van az élelmiszeriparban rengeteg helyen, éttermekben, pincéreknél, egészségügyben, mindenhol. Gyakornok még itt is lehet. Gyakornok, igen, de inkább betanul, hogy milyen hibákat tudnak elkövetni, kinek milyen gyakornok van most a nyakában, mit csinál, mint, nem is azt mondom, hogy első nap a munkahelyen, mint betanulós. Szakszervizbe jártam a múlt héten, nem az enyém, nem most, nem. Aha. Tényleg? Nem. Igen. Az enyémet vitted. A Feri Alfa. Nem, tényleg nem az a szakszerviz volt. Szakszervizbe jártam, és egy döbbenetes beszélgetés hallgattam végig. Áll mellettem egy kis kertészgatyás kék szerű, egy fiatal srác, és nagyon büszkén benn voltam a pakoló térben, mármint ahol csinálják az autókat, és beszélgettem valakivel. Oda szalad a srác a fő szervizvezetőhöz, és látom rajta, hogy nagyon büszke. És mondom, valami nagyon. És mondja, jól dolgoztam. Az összes csavar, ahogy le volt csavarozva, az összes csavar eltűnt, az összes csavart visszatettem a helyére. Tudod, és elmesélte ezt így büszkén. És emberünk így oda megy az akna mellé, odaívja, nem tudom, hogy hívták az illetőt, és azt mondja, hogy gyere ide, akkor mutatok valamit. Jól dolgoztam, az összes csavar nem van, viszont a lökhárító még itt van. De jó. És így álltam elkövetően, hogy jó Isten, ez szakszervizbe megtörténhet. Jött oda, hogy megvan. Hát, ha minden csavar benn van a helyén, akkor nagy baj nem lehet. Egyrészt arra gondoltam, de nem örülök, mennyire örülök, hogy nem az én autómmal történik ez. Igen. Kettő, hogy oda elvitte oldalra, és ott van neki támasztva egy a falnak, akkor konkrétan valami hűtőszekrény, vagy valami mellé, egy lökhárító. És mondta, hogy az jó dolgoztál, de a lökhárító még nem. De föltette az összes csavart úgy, hogy... Gyönyörű szépen visszatolt az összes csavart. Betanulós volt. Amit rögzíteni kellett a csavarokkal, azt felejtett el. Hát valahol neki is el kellett kezdeni. Kézzel, egyébként nagyon ügyesen csinálják, mert ebben a szakszervizben úgy csinálják, hogy aki betanul, tehát aki kezdő, nem tudom, hogy hívják ezt, szervizes, annak más a kezes lábasának a színe. És neked tehát, kevesebbet kell érte fizetni, ha őre kezd a kocsit? Azt szerintem nem mondják meg, neked eleve nem nagyon. Nem, azt akartam mondani, Balázs, hogy ügyesen csinálják, mert egyébként ugyanannyit fizetsz akkor is, hogyha a betanítót csinálja meg, amikor a mester. Elvileg te kint kávézol, újságot olvasol, és várod, hogy az autód elkészüljön. Tehát ott bent ugye a szakszerviznek azon a szerviz részén te nem tartózkodhatsz, csak én bementem valakihez, akit ott ismerek. És ő mondta egyébként, hogy más a nadrágnak a színe, tehát onnan tudod, hogy vigyázni kell rá, még oda kell rá figyelni. Nekik mi zöld, mert még éretlenek? Nem akarom mondani a színe, nem akarok már ennyi. Akkor már beazonosítod. Akkor már be lehet azonosítani, hogy biztos nagyon sok olyan hallgatónk van, akinek éppen a nyakában ül egy betanulós, vagy egy kezdő. És ez rengeteg szakmában azért sok bonyodalmat okozhat. Én utána ezt nem mondtam el a tulajdonosnak, hogy mindjárt kész a kocsit, ne aggódj. Mi az összes csavar benn van, ne törődj vele, csak még len van a lökhárítód, ezzel nem foglalkozom. És mit hagyhatott még ki a srác? Én nem, ugye? Ezt már nem vártam meg, mert utána ebből ott azért egy elég nagy veszekedés, meg csúnya káromkodás lett. Ugye hát ezt akkor egy segítő embernek vissza kell bontani, meg kell nézni, hogy volt egy olajcsere, hova tette, hogy motorblokkot lebontotta, mi történt. Megvan az. Kész vagyok, főnök. Sanyi bácsi, megvan. Minden jó. Megvan, gratulálok. Igen, csak a lökhárító még a falnak van támasztva, és nem ebbe az autóban, hanem abba ott. Igen, és a fék munkahenger se úgy kellett volna betenni. Szóval, hogy hát igen. Egy gyönyörű történet, nagyon nevettem rajtam. És írjanak nekünk olyanok, én ezen gondolkoztam, akik tényleg most vagy ebben a helyzetben vannak, és kicsit tanástalanulnak, egy konyhán dolgoznak, cukrászüzemben dolgoznak, mert betanulósak. Vagy azok, akik betanítanak. Mert nem mindig egyszerű. Például egy cukrászüzemben, vagy étteremben. Hát azért ott egy betanulós pincér például, nem? Vagy a kasszás, vagy bárki. Kemény. Hát azért az olyan kemény dolgokat tudnak mit csinálni. Mit hol talál, azt se tudja szegény. És ugye első bejössz próbanapra például, akkor azt mondják, hogy tessék, kezd a melót, délre, mit tél, akkor 11-re gyere, van egy órád, nézd át. Itt ezt így csináljuk, ezt úgy, az ott van, az amott. És kimegy, rendelés, úristen, nyilván visszakérdeznek, hogy akkor ebben az ételben mi van. Pillanat, betanulok, beszaladok, megkérdezem, bemegy, megkérdezi, ki jön, mire ki jön, elfelejti. De te egyébként szerintem neked is volt betanulós időszakod, Jani. Persze, halálfélelemmel. Nekem is volt. Hát tehát az első pillanat, amikor ott hagynak a gépek mellett. Azt mondtad akkor... sokszor, igen. Tied a pálya, igen, és már szakad rólad a víz. 50 ezer kiló túró. Most mit húzni? Mennyit? Nem, és már kopognak lentről. Igen, az gyönyörű, gyönyörű szép. Na jó, van, várjuk az SMS-eket, jó, ebben a témában. Elsősorban azok írjanak, akik látják, hogy ott a közvetlen környezetükben valaki rettenetesen komolyan bénázik. Két embernek nehéz, annak, aki betanítja, és annak, aki betanul, mert ugye ott áll egy ember frissen szerzett diplomával akár, vagy hát nulla gyakorlattal, és próbálja ellesni az adott szakma csínyát, bínyát, és hát ott vannak a nagy öregek, a profik, akik nyilván már kisújból kirázzák a dolgot, és hát jönnek a kezdők. És ezek milyen
komplikációkat szülnek, ugye erről beszélgettünk, hogy elég sok ilyen volt. És már egyébként elég is sok ilyen van. Tehát profiként már egy kicsit azt is unhatott, hogy na megint itt van egy ember, akit nekem kell megmondani, hogy hogy kell csinálni. Nem, hogy az is benne van. Igen, hát hogy nem? Persze. Bizony, viszont ez a betonási folyamat ez addig szórakoztató, amíg nem tanítják ki teljesen, mert addig természetesen az összes megszokott már pici tudásig ismétel, de újra elővett a point, amit a kezdők eszembe el szoktak követni, azokat ilyenkor mindig előveszik. Igen. Csavarfúró érmény. Így van, meg a nehéz vízért. Igen, 5 évig pincérkedtem, és ott mesélték a következő esetet. Lakodalomra készültek, és a tanulólányt elküldték, hogy töltse fel a sóbor szórókat, illetve tegyen fogpiszkálót minden asztalra. 1,5 óra elteltével úgy gondolták, felkeresik a kislányt, hogy mi a fenét csinál ilyen sokáig. Büszkén közölte, hogy majdnem elkészült, ugyanis a fogpiszkálókat egyesével kibontogatva helyezte helyezte a tartókba. Azért az nagyon szép. Feri vagyok, nemzetközibe tanítottam el 0 kilométerre a sofőrt, 3-szorra mentünk ugyanazon az útvonalon, Olaszországból Franciaország felé, mondtam neki, hogy lefekszem, alszom 4 órát, megbeszéltük az útvonalat egészen pontosan, 4 óra múlva kelek, kiülök jobb egybe, mekkora duma. Kiülök jobb egybe, óriási duma. Nézem a táblát, Róma 100 kilométer. Kis baki volt, elnézett, egy lehajtott, több mint 500 kilométert mentünk pluszba, és elkéstünk. A srác fizetett 150 liter gázolajat, én fizettem a plusz autópályadíjat, azóta nem alszom, ha új ember vezet. Így egy hallgató. Pékáru szállítás Győrből Kaposvárra. Betanítottam egy srácot, következő nap, amikor egyedül ment, a 17 boltból az elsőt lerakta, bezárta a furgont, a kulcsot a kerék fölé rakta, írt egy SMS-t a főnöknek, és fölült a győri vonatra. Hát, mire gondol? Hogy letette az árut, és megy vissza? Igen. Vagy hogy így kell letenni az árut, tedd le az árut. És ő letette az egészet kocsistól, árustól, és fölült a győrbe tartó vonatra. Így ez történt. Ő letette az árut. Becsukta az autót, odarakta a kulcsot, írt egy cettit, munka teljesítve, kész és visszavonatta. Igen. Cukrász gyakorlat oktató vagyok. Előfordul itt minden. Keresik az epermagozót. Igen. Előfordul minden, ugye? Elindulnak a haszonkulcsért a boltba. De jó Isten. Visszajött a lift kulcsal. Leküldtem a zöldség előkészítőbe, lement a sarki zöldségesbe. Hogy mennyire tudatlanok a gyakornokok. Te jó Isten. Jó, ennek a felszivatás. Szivatás, igen, az epermagozót nyilván nehéz megtalálni. Dolgoztam autószerelő műhelyben, sajnos teljesen természetes, hogy autót nagyon megbontanak, akkor marad egy marék csavar, aminek nincs helye. De ezek általában burkolati elemek csavarjai. Tehát akkor maradnia kell csavarnak, ha megbontanak egy autót. Azt gondolnád, hogy azért, hogy minden visszamegy a helyére, nem? Úgy érzem, valaki védekezik. Autószerelő gyakornok voltam Fehérváron. Minden összerakott autóm után maradt csavar a zsebem. Ami évről évre csökken. Írja egy hallgató. De egyébként ez egy tök jó visszajelzés arra, hogy tanulod ki a szakmát. Minél kevesebb a csavar a zsebedben, egy autó összeszerelés után, annál precízebb, pontosabb, nagyobb vagy. Utolsó évemmel sikerült nullába kijönnöm. Erre egy oktató azt mondta, egy igazi szerelő, mindig spórol csavart, szégyeld magad. Hiszen nyilván a gyárban plusz csavarokat építenek be egy kocsiba, ami nem is kell. Igen, szakszervizes történetek jönnek még betanulókra. Szervizben legendák éltek egy tanulóról. Szentúl meg volt győződve, hogy a 2-hengeres motor 2 ütemű, a 4-hengeres meg 4 ütemű. Csak akkor mi a helyzet a 6-hengeresekkel, kérdezi egy hallgató. Autókozmetika első nap, Audi S8 komplett belső csere. Emberünk kiszerelte a belsejét, majd elindította az autót, hogy arrébb áll. Az összes légzsák kinyílt. 3,5 milliós kár csinált, ez volt az utolsó napja. De miért nyílt ki a... Kiszereled a belsejét, akkor... Hát gondolom, valamilyen érzékelő, persze elment. Tehát, hogy abban a pillanatban nem érzékelt valamit, és nyitotta a légzsákokat, igen. De az összes légzsák az S8-ba kinyílik, az van egy pár darab. Hát három fél, hagyjad, nem érdekes. És erre azt sem tudod mondani, hogy hagyjad, majd ledolgozod. Ezt nem. Mert hogy a kaszni és az ülések nem így mozogtak, hogy miért van ez? Nem tudom. Gondolom, elektronika. Tehát, hogy kiveszed az ülést, akkor ott megszakítasz valami elektronikát, ráindítasz, és ugye mivel megszakadt az elektronika, az automatikusan nyitja a légzsákot. Tehát van valami, gondolom, ami megszakadt. És érezte a gyújtást, és abban a pillanatban ezt nem értem, hogy működik, de hát gondolom valami ilyen lehetett. Fagyizóban nyári diákmunkás bejött, hogy nálunk dolgozna, és valahogy a pénztárgépbe, az online pénztárgépbe bervarázsolt egy 10 milliós tételt. Az. 2 óra múlva kim volt a NAV. Ez nálunk is volt. Gondolták, fogy a csoki fagyi. Ez igen. Nálunk is volt. Ja, jó. Ott az egyik vendég úgy érezte, mert egy külön pulton van a pénztárgép, hogy ő így egy kicsit szórakozik vele. Azt hiszem, nem 18 M van benne.
Meg is érkeztek hát a kollégák? Hát jelentett, hogy nem mi voltunk. És akkor erre mit mond? Nyilván aha. Nem. Látom, nagyon kurrens a zsemle gombó. Egy viszik, mi? Rákóczi úr. Igen. A rendőrségen dolgoztam, az új kollégát elküldtük a konspirációért. Még ma is keresik. Nagyon jó. Konspiráció. Elküldtük a konspirációért, igen. Aztán várjál, nagyon jó SMS-ek vannak még. Autószerelőműhely megvan, igen. Húsleves, gyakornok. Hús nélkül rakta fel, csak a zöldség rotyogott a fazékban. Ő akkor már szakács tanuló volt. Nem iskolából jössz szakács tanulónak? Hát akkor már te sulit végzel mellette, nem? Nem, ő valószínűleg már, hát de... már elvégezt és ment gyakorlatra, és gondolom. Igen. Folyami szállodahajón dolgozom jelen pillanatban. Kaptam egy Fülöp-szigeteki kezdő kollégát. Én németül beszélek, ő pedig csak angolul. Jól el vagyunk. Hajjá! Gábor küldte nekünk. Nálunk egyszer egy betanuló átfaxolt 50 darab levelet egyik szobából a másikba. Bankban dolgozom. Gyerekek, hát lelkesedés, lelkesedés legyen, az a lényeg. Tegnap konstatáltam, hogy a szervizben rosszul, életveszélyesen kötötték be a fékköröket. Anyukám kocsiján magukat szerelőnek tituláló egyének pénzért. Inkább biztosra mentem és megcsináltam magam. Tényleg a szakszervizben, hát ott azért azt sokszor látok én is azért úgymond olyanokat, akik frissek, aha, igazából. Látod, hogy nem búzog benne a tudás. Igen, még... hát meg hogy nem ismeri, hogy a szakszervizben például áll valaki mellett, áll minden szakszervizes mellett egy már nem tanuló? Hát mondjuk kéne, ha ilyet ködve, mint az előbbi. Sztoriban, de a te sztorid meg az, hogy nem áll mellette senki, mert simán összerakta a csavarokat, úgyhogy a lökhárítóz kívül maradt, már hogy a falnál. Igen, de az sem biztos, hogy mester, csak lehet, hogy nem volt másik színű tiszta kezes lábas. Igen. De az egyébként nekem nagyon szimpatikus, hogy megkülönböztetik. Igen. A gyakornokot. Mert már alapból oda sem mész hozzá. Tehát azért, ha mégis a kívülről nézed, azért azt tud, hogy melyik a gyakornok, kinyúl az autóthoz, meg ki az, aki már profi. Tehát ez nagyon jó. De azt nem lehet, hogy például gyakornokkal nem csináltasz meg minden feladatot, hanem tényleg olyat csináltasz vele, amit ő meg tud csinálni? Amihez hát gondolom, egy idő után már mindent meg kell csinálnod. Tehát, hogyha te már ott vagy a szakszervizben, mint dolgozó, oké, hogy már ezt te tanultad, és frissen tanultad, de hát ha már ott vagy, akkor ezt már csinálni kell, igen. Mesélt egy hallgatónk Annának, hogy a Hungarokamionnál elküldték a szerelőtanoncokat a raktárba, hogy hozd ide, fiam, az indexbúra törő kalapács visszahúzó rúgóját. És hogy órákig keresték. Hát nyilván. Mennyire primitív folyik. Hát igen, az öregeknek is kellett valamivel szórakozni. Igen. A légzsákos sztori állítól a kamu, mert hogy nem indul el az Audi elektronikája. Audi elektronikákat javítok, aha, csak tudom. Az így nem indulhat el. Aha. Írja nekünk egy hallgató. Jó, akkor majd kitalálunk valami másik megoldást. De mindig vannak egyébként ilyen mesterfogások, amiket el kell sajátítani ahhoz, hogy működjön a meló. Nálunk például, amikor annak idején a tejgyárban például tejport adagoltunk hozzá a termékhez, akkor nagyon kellett vigyázni, hogy szépen lassan menjen bele a tejpor, mert hogyha gyorsan toltad bele, akkor az egész összeállt egy ilyen rohadt nagy, vastag, kőkemény tejpor hurkává. Amit utána tudtál elkeverni. És akkor gyakorlatilag szét kellett szedni az egész kis adagológaratot alatt, a csővezetéket, a csőrendszert, leállítani mindent, és akkor volt egy kis 30 perces szünet. És tök jó volt, amikor ezt ugyanúgy a következő momentumnál megint eljátszottad. Mert megint beleborítottad az egész tejport, és megint beleállt egy ilyen vastag, jó. És akkor aznap este vagy másnap azt úgy ették meg? Nem, az ment a kukába, és akkor természetesen az utánad jövőnek kellett behozni azt a lemaradást, amit te összehoztál neki. Tehát ha akartál magadnak egy 30 perces szünetet, akkor csak zup. Akkor ennyi volt, és akkor a kollega örült annak, hogy plusz 10-15 000-20 000 literrel több kakaót kellett lefőzni aznap. És azt kidobtátok, amiből ez belement? Nem lehetett se, hogy feloldani? Nem, ott csak a tejpor volt az, ami ment a kukába. Aha. Az a hurka. Aha. De fel lehetett szeleteni, és be lehetett rakni péksütemény. Hallogatni. Igen, péksükben a tanulót elküldtem egy vödör gőzért és lisztvágókésért, és sokáig keresztelően jelni küldte nekünk. Azért a tanulókkal mennyi személyiség történik. Nem erőleves, sok-sok felkiáltó jellel. Szűrjele. Fogta a szűrőt a mosogató felett, a többit szerintem sejti. Gyönyörű. Hát jó, ahhoz már kell a rutin, hogy alá tegyél egy másik állat, vagy edélyt, nem? És az a pánik abban a pillanatban, amikor tudod, így kapkod mindenhez, és akkor így, jó, de hogy lehetne ezt visszacsinálni, hogy lehet megmenni? Sehogy. Sehogy. Igen.
Igen, ezt a kullancsosat, ezt megkaptuk már, amikor az állatorvosokkal foglalkoztunk. Ez lehet, hogy újra ugyanaz a hallgatónk írja, hogy állatorvosnál voltam. Gyakorló asszisztens mellém került, kullancsot talált a kutyában, csipesz elő, tépi ezerrel, a kutya sír, vonyít. Én szóltam rá, hogy ne tépje tovább, az az egyik mellbimbója. Igen. Ezt már ugye megkaptuk két egyszer, amikor sor, más... hatalmas, tök nagyra megszívott kullancs. Nézd meg, milyen kullancs. Szépen, egy párhuzamosan álltak nézd, bele. Nézd, hogy menetelnek a rohadt anyjuka. Atya, úristen. Oh. Igen. Atya Isten, igen. Forgácsoló műhely, kereste a gyerek a violinkulcs készletet, nem találta. Azért mondta, milyen rohadékok a szakik, írassa ki a csajokkal, igen. Milyen szemét ez? Amikor így bemész elsőként, és a román szivatnak, ez könnyörtelen. Könnyörtelen, igen. Morning Show. Klasszere. Ahogy mondtuk, ugye vendégünk van. 7 óra után ritkán szokott vendégünk lenni, de szeretnénk. Nyugodtan kásázni, ezért beszéljen ő. Igen, szeretnénk ébredezni, kettő. Jó lenne tényleg a 7 óra után is így a reggeli készítés mellé, meg a kávé készítés mellé vendégeink vagy hallgatóink sok érdekes dolgot hallanának. Máté Bence természetfotóst hívtuk meg. Hello Bence, jó reggelt! Sziasztok. Kívánunk neked! Azon gondolkoztam, hogy neked egy ilyen környezet, mint egy rádióstúdió. Nem is, a város maga. Nem is, hogy idegen, de hogy te egy ilyen helyen szörnyen szenvedhetsz. Jól gondolom? De elviselem. Elviseled. Igen. Part of the business. Kicsit közelebb a mikrofont, jó? Egy az üzlet része, Jani, csak hogy ne essél le a beszélgetésre. Azt nem értettem, azt hittem rosszul artikulál. Egy hónapban körülbelül mennyit töltesz a fővárosban? 24 óránál kevesebbet. 24 óránál kevesebbet. És egy hónap alatt körülbelül mennyi időt töltesz gumicsizmában? 24 óránál többet. 24 óránál többet. Na, főleg ilyenkor ősszel. Ha valakinek esetleg a neved nem mond semmit, ugye mondhatni Magyarország leghíresebb természetfotósa, az év természetfotósa, az év madárfotósa, hát gyakorlatilag azt nézem, hogy nincs olyan nemzetközi verseny, meg nemzetközi díj, amilyen kategóriában te ne tarolnál. Tehát jól? Amiben benne volt az, hogy az év, azt te megnyerted. Az év felső teste. Jól sorolom ezeket? Most ezek jó dolgok, nem? Tehát én nagyon jól érzem magam a természetben, meg jó ezeket a képeket elkészíteni, végigkísérni a folyamatot, de az is egy jó dolog, amikor az embert elismerik, és hát hogy nem? Kap egy ilyen az év valamilyen, az egy visszacsatolás, és látja, hogy ezt érdemes folytatni. De ez hogy kezdődik, hogy az ember olyan sok mindent csinál, hogy gyerekkorában, te ugye nagyon fiatalon kezdted, az év legifiabb természetfotósa is voltál, ha jól emlékszem, vagy valami hasonló cím. Ez hogy kezdődik, hogy kaptál egy ilyen kis digitális gépet, jó sikerült lefotózni egy madarat, azt mondtad, de jó ez, itt vagyok kint a jó levegőn, küldjük be a pályázatra. Na most ez annyira régen kezdődött, hogy akkor még az egy digitális gép, azt sem tudtuk, hogy mit jelent, mert 99-ben építettem az első lest, és akkor még diafilmre. Akkor még egy picit tudni kellett fényképezni azt, hogy legyen valami eredménye, mert elkatítottál egy képet, utána várni kellett mondjuk 2 hetet, mire az elő lett hívva, és megláttad, hogy hát ez egy kicsit sötét, meg egy kicsit bemozdult, meg egy kicsit nincs is rajta madár. most már ez a hátsó LCD-n ugye látszik, egy másodperccel az expozíció után, így sokkal könnyebb dolgozni. Na, de ez gondolom egy gyerekkori érdeklődésből indult, nem? Tehát ezt úgy tudja elképzelni az ember, hogy mondjuk 6 évesen, 5 évesen, és körülbelül nekem a Benny hoz mindenfélét, ami mozog, állatokat, békákat, csigákat, most még én abban reménykedem, hogy kinövi, de egyelőre a gyerek lebeszélhetetlen. Szóval, hogy ezt gondolom a szülői nálad észrevették, nem? Hogy és megszállottan keresed az állatokat. Óriási mázném volt olyan szempontból, hogy Puszteszeren nőttem fel, ez egy kis település Szegedtől északra. Óriási szerencsém volt abban, hogy amikor hazavittem a békákat, mint most a te fiad, akkor nem mondták, hogy dobjam el, mert lepisíri a kezemet, hanem úgy hagyta kibontakozni, és ez így kialakult. Nagyon sok mindenre foglalkoztam, de valami módon ez a természet iránti mozódás, ez már a kezdetekben is megvolt, mint talán minden gyereknek. Ezt hagyták kibontakozni, és ebből lett először vadász. Azt nem is értem egyébként, hogy lettem vadász egy darabig, de most már abszolút fanatikus természetfotós. Az mondjuk nagy váltás azért a vadászathoz képest, nem? Tehát, hogy mind a két dolognál az a cél, ugye, hogy megtaláld az állatot, csak az egyiknél azért az, hogy az állat bevégezze. De most ahhoz képest, ugye velük együtt élni, mozogni, nem bántani őket, azért az tényleg egy másik fajta véglet. Ugyanazokra az ösztönökre van szükség. Ugyanolyan előkészület, ugyanannyi terepi munkát igényel, csak az egyik az kicsit véresebb véget. Meg hát nyilván abból jött, hogy marasztalni próbáltad a madarakat, ugye a 2 hetes előhívásból kifolyólag állandóan bemozdultak, elmozdultak ott, meg azért egy sörétessel meg lehetett fogni őket egy pillanatban. Aztán nem mozdultak. Aztán többet nem nagyon repültek. Na most az ember azt mondja, hogy természetfotós, akkor az a képél benne, vagy hát legalábbis sokáig bennem azért, hogy ül egy ember egy gumicsizmába, egy szalmakalap a tetején, egy ilyen álcázott fényképezőkkel,
hogy fényképezem, és 4-5 napig várja, hogy valami kis, nem tudom, vándorsólyom bekerüljön a blendébe. De hát ennél az nyilván azért ez már egy összetettebb dolog, de nem? Mint hogy egyedül üldögélsz 3 napon keresztül, egy vadász lesen. Én már évek óta dolgozom azon, hogy ezt a tévképzetet eloszlassam, hogy igen, természetfotós ázik-fázik. Hát nem egészen erről van szó, igen, van benne ázás-fázás is, de én egy olyan vonalat képviselek, ami arról szól, hogy én a körülményeket szeretem úgy kialakítani, hogy amikor maga a fotózás már úgy történik, hogy a kezemben van egyáltalán a fényképezőgép, már odáig eljutottam, az kényelmes körülmények között legyen. Ennek következtében van olyan lesem, amiben van padlófűtés, légkondi, internet, hűtőszekrény, hogyha húzamosabb ideig ott vagyok, az élelmet tudjam tárolni. Tehát ez a kényelm, ilyen bőr, hát ennél kicsit jobb bőrfotel, mint amiben most ülsz épp. Tehát ilyen hosszú ideig azért jó, hogyha az ember kényelmesen ül, nem? És egyébként van választás. Ezt kell elképzelni, hogy kinézed azon állat élőhelyét, amit le akarsz fotózni, behúzod oda az internetet, fölépítesz egy viskót, azt bevonod bőrrel, lerakod a padlófűtést, és építesz egy les tulajdonképpen? Minden komoly lesépítés megelőz egy tesztles, és ez egy nagyon komoly felelősség, amikor elkezdek egy olyan lest építeni, ami nagyon sok pénzbe és nagyon sok energiába kerül. Most például éppen Afrikába kezdtünk építkezni, ott ráadásul másik embernek építek, így tudnom kell azt, hogy majd a végkifejlet az ne legyen pofára esés. Ezért szépen lassan apránként először kinézem a helyet, valami módon beleszeretek a témába, a helyszínbe, napnyugtába, napkelti, a páratartalomba, és azt mondom, hogy na, ide szeretnék egy lest, akkor oda építünk egy viszonylag olcsó lest, de mondjuk Afrikában azért ennek már elefánt biztosnak kell lennie, és a többi meg szakszigeteltnek, hogy ne érezzenek meg az emlősök. Tehát elkészül egy ilyen minimál dizájnos les, és hogyha az valóban úgy működik, ahogy elképzeltem az elején, akkor építjük a full extra-es dolgot. És azt kimész, leteszteled magát a lest? Megnézed, hogy jól működik-e? Igen, beülök, fotózok, új ötleteket tapasztalok. Honnan tudod, hogy rosszul működik? Nem jön oda állat mondjuk 3 napig, és akkor érzed, hogy ereszt a les valahol. Az oroszlán, vagy átrongyol rajta, de a lesnek a biztos jel, hogy nem jön oda az állat, akkor nem kell tovább gondolkodni, de mindig meg lehet találni az okát. Hát én olyan körülmények között fotózok, amit valamilyen szempontból én hozok létre, mert tudnom kell azt, hogy ide miért fog odajönni az állat. Ezért vagy teszik neki ki élelmet, vagy itatom, vagy oda rakok neki fészekanyagot, vagy létrehozok egy olyan helyet, ahol szívesen tartózkodik, mert például egy sziget egy tó közepén. Nos, nézzünk konkrétumokat, például egy hangya felkelti az érdeklődésedet. Tehát tudod, hogy van egy afrikai tűzhangya, amit te szeretnél lefotózni, hogy cipel egy levelet. Hát ahhoz ismerned kell az ottani állatot, vagy látsz egy állatot valamilyen műsorban, és azt mondod, de jó lenne lefotózni, elkezdesz az állat után nyomozni, megtalálod az élőhelyét, és aztán elkezdesz pótolozni, hogy lehetne megcsinálni a képet, tehát így kell elképzelni? A kezdetekben ez úgy működött, hogy jártam biciklivel, egy kis női biciklivel a határba 20-30 km. Én is használok egy csomó női dolgot. Nincs ez, 40 éves vagyok, és nem vagy mindig a szemöldököt is szedem. Én mindig a feleségem hajlakját használom, úgyhogy ezzel ne osztorozd magad. És akkor láttam érdekes témákat, amit elkezdtem fényképezni. Mondjuk konkrétumot, hogy mire emlékszel, mi az, ami neked érdekes téma, csak arra szeretnék rávilágítani, hogy mennyire más szemmel nézett te a világot, mint mondjuk ami nekünk érdekes téma. Van egy olyan nevezítő madár, amit úgy hívnak, hogy gólyatöcs. Gólyatöcs. Neve alapján egyébként. Teljesen rendben van egyébként. És akkor nekem az azért volt érdekes, mert egy olyan faj, amit előtte nem láttam, egy ilyen saját magam által felfedezett faj volt. Kinéztem, hogy hol mozog, aztán láttam, hogy ez ugye jobban fél tőlem, mint ahogy az én objektívemnek a gyújtótávolsága engedi, ezért építettem egy lest, és megpróbáltam a közelébe kerülni. Na most ez a mostanában már úgy működik, hogy bújom az internetet, rengeteg fotós barátom van, akinek a képei beérkeznek hozzám, megkérdezik a véleményemet, hogy mit szólok hozzá, és van egy óriási információanyag, és egy-egy témára rá tudok gerjedni. Most például a következő téma, amivel foglalkozni fogunk, az egyik téma még idén, az a flamingó fotózás lesz Franciaországban. Volt nálam egy fotós vendég, és mutogatta a rosszabbnál rosszabb képeit, de volt közte olyan, ami azért úgy már hagyott némi dicséretet. Mutogatta rosszabbnál rosszabb képeit. Igen, viszont láttam egy olyan óriási téma, hogy flamingók táplálkoznak egy sekély vízben, az emberekhez viszonylag közvetlenül. Egy vadmadárról van szó, ami egyébként mondjuk 100 méterről elrepül, de ilyen körülmények között 2 méter oda megy a fényképezőgéphez. Erre beindultak a fogaskerekek, elkezdtünk a csapatommal dolgozni rajta, hogy milyen módon tudnak ezeket fényképezni. De előtte még mondtad a srácnak, hogy na ez az a téma, ami vakvágány, ezzel ne foglalkozzál. Engedd el, majd én megoldom. És most én már egyszer kimentem erre a területre megnézni, hogy valóban így működik-e.
februárban beleszerettem, és most megyek vissza decemberbe. Hogy kerülsz a flamingó közelébe? Csak azért mondjuk el, mert szerintem sokan ezt mindig nem értik, hogy a rózsaszín tütűben. Igen, tehát építesz egy házat, ami szépen lassan mondjuk a víz tetején, képletesen mondom, csak hogy tényleg mindenki értse, oda úszik, és napok, hetek alatt azt a házat, azt a szerkezetet, azt az álcát mondjuk megszokják az állatok, és egy idő után elkezdenek a ház előtt egy méterre táplálkozni, amíg te egy idő után már ott leszel a házban, nem? Most rengeteg fél verzió van, ez az egyik, hogy az állat az annyira vad, hogy 100 méterről világgá megy, hogyha meglátja, hogy kimész a nádosba, és akkor ez egy ilyen folyamat, hogy megépíted a lest, megszokják, oda mennek, ahogy mondtad. A flamingó fotózás az viszont most úgy fog történni, hogy ezek a madarak már valamennyire szelidek, mert megszokták azt, hogy 100 000 turista megy erre a vidékre, ez a Rhône folyónak a deltája. 100 000 ember oda megy, és a folyamatosságot azt minden madár meg tudja szokni idővel. Tehát ezek már viszonylag közvetlenek, 5 méterről bárki meg tudja őket nézni, de nekünk az 5 méter nem elég, hanem olyan 20 centire van szükség, mert egy halszom objektívvel fogunk fényképezni, és az objektív előtt legalább 20 centire, vagy még közelebb kell, hogy legyen a flamingónak a feje. Ezért csináltunk egy vízhatlan dobozt, amit letelepítünk a tó szélére. Ezeket a madarakat rizsre letetik, egyébként rákok tesznek, tehát nem tudom, hogy jött ez a vegan életmód. Kiszúrjuk elé a rizst a fényképezőgép elé, és reméljük, hogy oda fognak jönni. Na most van olyan, hogy te például becsapod az állatot, és madárhangot utánzol, fütyülsz nekik, viszel egy kis magnóról valamilyen hangot, amire ők tudod, hogy mondjuk megérkeznek, oda jönnek, tehát neked át kell verned az állatot ahhoz, hogy mondjuk le tud fotózni? Hát ennek olyan negatív kisugárzása van. Keresi úgy értem, nekem ez nagyon tetszik, hogy felveszel valamilyen madárhangot, tudod, hogy arra megérkezik, vagy párzó hangot, vagy bármit, és azt lejátszod neki, és egyszer csak látod, hogy jön a madár. Igen, szoktam ilyet csinálni. Igen? Igen. És magnóról bejátszod? Vagy? Magnóról bejátszom, igen. És akkor várod, hogy jöjjön? Vannak olyan madarak, amik nagyon jól reagálnak a saját hangjukra, vagy azért, mert látják benne a partnert, tehát mondjuk egy tojómadárnak a hangját utánzom, vagy hímnek, és akkor rágerjed oda. És ezeket a hangokat te tudod fejből? Igen. Tényleg? Igen, a tojmágye. Na, egy valami. Hát utána az nem tudom, nem arról volt szó. Vörös vécse. Például a kakukot mindenki ismeri, ugye? Nem, valószínűleg nem tudjátok, hogy néz ki, de a kakuk, mint madár, az úgy azért, hogy az emberek 90%-a képben van. Én annyira város vagyok, hogy engem kakuk harkálja, egy évvel lenne, mi megkülönböztetem őket. Az egyik nem mozog a feje és kopog. Nagyjából. Most a kakuknak van a kakukkoló hangja, amiről kapta a nevét, viszont a tojónak meg van egy bugyborékoló hangja. Az még a Ferinek is van hajnalban. Egy évben, az egyik április közepén van, amikor megérkeznek Afrikából, amikor erre a bugyborékoló tojó hangra azonnal, tehát mint a pulyka. Csak ülsz fényképezővel a kezedben, és adod a bugyborékoló tojó hangot. Hát elrejtőzve, egy megfelelő ág előtt, és reménykedek, hogy rászáll. És van egy másik időszak is, amikor a következő tojásrakás kezdődik, mert ugye azt azért tudjátok, hogy nem rak fészket, tehát máshol elteszi a tojás, hogy szétszor 50 tojást. Dolgokat, ne alázzál meg minket, hát ez persze, ne viccelj. És utána a következő tojásragás az pedig június elején van, akkor megint lehet lejátszani ezzel, de a két időszakon kívüli időpontokban abszolút nem reagál, hiába játszod a hangját. Az Na, hogy szól? Csak kíváncsiságból tényleg, hogy szól egy ilyen bugyborékoló hang? Hozunk egy pohár vizet akár, vagy nem? Tehát azt megfogottam ott, hogy se énekelni, se én baromságban. Figyelj, mi annyira városiak vagyunk, én legalábbis, hát nekem egy kakukkos óra is nagy élmény egyébként, tehát hogy ha nagyon mozog, rálövök, igazából. Hát írd már ebbe, hogy tojó, kakuk, na, majd belehallgatunk akkor. És olyan, hogy mondjuk konkrétan egy állatnak, vagy állatszerűnek öltözködsz, hogy mit tudom én, mint az Ace Ventura brinocérosnak, hogy közelebb kerüljön. Ilyenek nincsenek. Nincs olyan állat, ami ezzel átverhető? Van, aki fotózik így nagy vadakat, amikor cserkelnek, és úgy beöltözik, hogy minél jobban, mint a sivatagi showban például igaz volt az, hogy, vagy igaz lehet az, amit ott eljátszottak, hogy strucnak költözött néhány ilyen kis ágnak, meg mindenféle ilyen... Hát el tudom képzelni. Egyébként az egy hihetetlen jó film, és 40 év után is megállják. Olyan poénok vannak benne, hogy elképesztő. Jól össze van csalva, az a leginkább összecsalt természetfilm, hát ami valaha létezett. Ezek ilyen kicsi csalások azért. Tehát az ember, aki azt csinálta, azt nagyon, nagyon pontosan tisztában volt az etológiájával ezeknek az állatoknak. Hogyne, de nagyon össze van csalva. Amikor én most kinyártam Dél-Afrikába is beszéltem dél-afrikaival erről a filmről, akkor hogy húzták a száját, de mondom, figyelj, már 40 évvel ezelőtt csinálták. Tele van poénna, azért hiteles, elég jó. Hát most persze, idomítani kellett az állatokat egy picit, hogy forgass részen, akkor még filmre forgatott, egy egyszemélyes táb volt, Jamie Hewis forgatta az egészet. Hát az nagyon nehéz volt. Tényleg érdemes megnézni. Csak egy pillanatra ugorjunk már vissza erre a Dél-Afrikára, nem vagy te maláriás gyerek? Mondj már három mondatot erről a Dél-Afrikáról, merre voltál? Jó, malária gyógyszert ne szedjetek, mert a májátokat tönkreteszik, de semmi értelme. Ebből a megfontolásból nem szedjük mi is, ezt később nagyon fogjuk bánni.
Most még egyelőre ez jó ötletnek tűnik. 50 millió ember él, 55 millió ember él Dél-Afrikában, és ezekből nagyon kevés hal meg maláriában. Hogyha mondjuk egy olyan párhuzamot vonunk, hogy mondjuk Magyarországon 10 millióan laknak, és hányan halnak meg autóbalesetben, akkor ne üljetek be autóból, taxiba sem. Te se szedtél soha? Hát azért ott vagy Mocsár környékén, Tabak környékén azért, ahol mondjuk... Kötelező védőoltásokat fölvettem, de azt hiszem Dél-Afrikában nincs is semmi. Aha. Jó, meg a teljeseid azok steril környezetekért, tehát padlófűtésből. Meg te érülítetted mégis más. Mi volt a legtöbb, amit készültél, vagy vártál egy állatra, és hiányérzetet okozott, és még mindig nincs meg? Van több ilyen? Több év. Több év? Uh-huh. Mi volt az? 2003 óta foglalkozok azzal, hogy fotózzak villámfénynél állatokat. Villámfénynél állatokat? Igen. Aha, tehát az, oda kell menni, ha vihar van, vagy csak hogy néz ki, meghalod, hogy... legyen vihar, meg villám, meg ott is egy fényképezőgép, ami ráadásul működik. És ez a három, ez nagyon nehéz. És ezt előre nem lehet kiszámolni, hogy hol van vihar? És akkor megnézed a térképen, hogy, is, hogy hol van állat. Igen, jön a vihar, autóba ülsz és lerohansz oda, mondjuk vihar van, mondjuk Kecskemét környékén. Nem, sajnos nem tud így működni, mert akkor a hatékonyságot lehetne jól növelni, hanem azt megpróbálom befolyásolni, hogy az állat hol legyen. Tehát vagy kinézni egy olyan helyet, ahol az állat garantáltam, mert egy éjszakázó hely, vagy oda tudom csalni valamilyen módon. Uh-huh. És azt várom, hogy az állathoz oda jöjjön a vihar, mert ennek van realitása. És fontos, hogy ne látszódjon a lábán a spárga. Az egy nagyon fontos. Pont ezt akartam kérdezni, hogy van olyan, aki szerinted csal? Hogy ne lenne? Hát minden... Tehát aki például befog egy madarat, spárgát tesz a lábára, amit jönni mond, elviszi egy viharsújtott területre, jön a villám, és megfotózza úgy az állatot, hogy mondjuk az állat nem tud elrepülni. Vannak természetfotósok, akik csalnak? Szerintem vannak. Igen? Hát figyelj, hogy egy olyan műfajban, ahol több tízezeren dolgoznak valamiért, ott azért mindenki próbálgatja a határokat feszegetni. Uh-huh. És szerintem az a fontos, hogy az ember saját maga etikájának ebben feleljen meg, mert az, hogyha most én természetfotós vagyok, és akkor leködözgetem a madarat, az már nem természetfotózás. Az nem. Egy autóversenyen is beérhetek úgy a célba, hogy nem a rajtól indultam el, hanem 10 méterrel a cél előtt, de az nem autóversenyzés. És olyan volt például, hogy ültél a lesben? Vártál mondjuk egy hónapja, egy hete, és ez csak mellőled vagy mellette 10 méter egy szalmakalapba megérkezett egy másik fotós. Egyébként is kiderült. Kiszúrtál egy lest, egy másik lest. Egy mozgó lest. Hogy a francba mozogat? Hát gondolom baromi nagy a verseny, nem? Hát most már sokan vagytok, mindenki jó képet akar, mindenki azt a bizonyos nagy pillanatot akarja elkapni. Hát egymás konkurenciái vagytok. Volt ilyen? Ugye ez csak fölbukkantott melletted valaki? A mellette nem, de olyan volt, az egyik barátom fotózott szarvasokat, azt hiszem Gemencen, és már kint volt egy néhány napja. És megjelent egy monokinis nő, és kifeküdt el, és... De nem csak vizionálta már négy nap után, valóban ott volt? Valóban vannak a dokumentációk. Nagyon jó. Ez az ember, csak azért, hogy hihetetlenül legyen a sztori, kérdezi az egyik a másiktól, hogy na, nálam mi a helyzet, nálam nem jöttek be a muflonok, vagy éppen, amit akarsz fénykül, azt mondja, hogy hát nálam bejött egy, itt van egy pirosegű páviá. Ha, igen. De tényleg, és kiderült, hogy elszabadult a cirkuszból, és azt fotózták. Ez ilyen komoly. Azért, hogy szarvasra vársz, és megérkezik egy majd, ha már itt van, lövök pár. Igen, hol a francba vagyok? Na jó, mindjárt folytatjuk a beszélgetést. 8:02, Máté Bence természetfotós a vendégünk, jönnek a legfrissebb hírek, aztán a hírek után Bencével folytatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. Ó, hát zene is van, gyerekek, minden van itt. 3:48, ez pontosan 7 perc múlva. Mezőberény és Békés Csaba között a zöldségesnél van egy trafi, ez Gyuri küldte nekünk. Köszönjük szépen. És hát folytatjuk a beszélgetést Máté Bence természetfotóssal. Rengeteg képet teszünk föl, vagy tettünk már föl a Facebookra. Szenzációsak ezek a képek. Meg is nyitok néhányat. Ugye most nehéz ezekről beszélni, mert a hallgatóink nem látják. De nézve ezeket a képeket, én azon gondolkozom, hogy baromira kell ismerni az állatokat, nem? Tehát itt nem arról van szó, hogy te kimész és vársz egy képet, nyilván elképzeled, hogy mit szeretnél lefotózni, de tudnod, ismerned kell az állat viselkedését, hogy mikor mit csinál, mikor repül el, mikor száll föl, mikor néz balra. Nem? Az összes állat mozgása, viselkedése a fejedben van? Óriási lépéserőnybe tud kerülni a fotós, hogyha ki tudja számítani, hogy mi fog történni. És az állatnak a mozgásából lehet arra következtetni, mi lesz a következő pillanat. És ez egyébként nagyon könnyen megy, mert ha eltöltesz egy napot egy lesbe, akkor látod ezeket a reakciókat, hogy most hoppa egy madár elszállna, de mit is csinált előtte, és következőre már tudod, hogyha azt csinálja, akkor most el fog szállni. És akkor ha tudod, hogy a következő másodperc mi fog történni, az megkönnyíti a munkát. És fejben te tudod mindig a képet, amiért mész? Tehát te látod magad előtt, ahogy mondjuk a tóból kikapja, mondj egy madarat, egy madárfajtát. Egy nagy kócsak kikapja a halat a tóból, és te a megálmodott képpel mész oda?
Gyakorlatilag igen, de ezt nagyon nehéz azért pixelre pontosan kimérni, hogy mi az, amit szeretnék. Így nagy vonalakban ki van jelölve, hogy az említett franciaországi projektnél szeretném, hogy a Flamingo közel legyen, de hogy a Flamingo mit fog művelni, azt már kicsit nehezebb pontosítani. Itt az előző képválogatást, hogyha előkapod, itt van benne például egy olyan fotó, amikor egy pelikánnak egy cső, a csőre alulról van fényképezve. Igen. Lejjebb, jobbra, és ott egy alarrébb. Igen, közül kiraktam a srácoknak is. És igen. Igen. Ennél a, ezzel díjat nyertél ezzel a képpel, nem? Igen. Ugye? Ennél az akciónál 10 000 képet készítettem, és 10 000-ből van mondjuk 50-60, ami használható. Azért neked nagy barátod a digitális gép. Igen, óriási. Azt a 10 000-et felszózom mondjuk 100 forint per darabbal a filmre, az kicsit durva lenne. Nem beszél a fizikai méretéről. Tehát itt ez egy óriási véletlennek a következménye, és a 10 000 kockából volt ez az egy olyan, ami ennyire unikális. És ezt nem tudtam megtervezni otthon, azt terveztem meg, hogy közel lesznek a pelikánok, milyen technikai beállításokat fog alkalmazni, de a természetnek ehhez mindig hozzá kell tenni azt a pluszt, amit én nem tudok befolyásolni. És amikor összejön a technikai tökéletesség is, meg az is, hogy ez a plusz benne van a természet által, akkor tud elkészülni egy jó kép. De itt már a kép témája alapján az következik, hogy itt már egy vendettára készültek a madarak, mert nagyon gyűlnek tőle. Igen, hát nagyon jönnek. Vagy nagyon jó az álca. Igen. Egy halásznak aladikjába ültünk be. És az évek során megszokták a madarak, hogy a halászoknál azért néha lehullik egy-két morzsa az asztalról, és amikor a halászokat követik, akkor kapnak még egy kis halat. És akkor ezt én láttam más fotósoknak a képein, hogy ez hogy működik. Kimentem, ott összebarátkoztam a halászal, ami egyébként nem volt egyszerűen, csak görögül beszélt, miután meglátta a felszerelést, el nem tudta képzelni ezeket. Hát egyébként csak kell mondani, hogy olimpiákos és détári. Igen, már barátok vagytok. Majd amikor elkezdtünk fényképezni, és még a harmadik óra után is szeretnünk volna ott maradni, akkor már haja az égnek állt. De aztán eléggé kooperatív volt, és igazából annyi volt az ő feladat, hogy oda dobja azt az apró halat, ahol a kamerát mi tettük. Kis készpénzért ezt megcsináltam. Egy ilyen laikus kérdés, hagyj tegyük fel. Színezel utána ezeknek a képeknek? Hát azt tudták kérdezni, hogy mennyire nyúlok bele Photoshop-ba, hát nagyon bele nyúlok Photoshop-ba, de ez nem azt jelenti, hogy szétmanipulálom a képet. Milyen színűek Photoshop... ezek a madarak például eredeti? Lilák. A Photoshop egy olyan eszköz, ami azt a célt szolgálja számomra, hogy a valóságot visszaadjam, amit a terepen láttam, vagy amit a kamera láthatott, hogyha éppen nem volt a kezembe. Mert a kamera által készített kép, az vagy egy automata beállításon agyon szaturálja, agyon élesíti a képeket, vagy teljesen hókat színe lesz, és én hát az emlékeimre bízom, megpróbálom rekonstruálni azt, amit én a terepen amit ott láttam. Igen. Van most olyan kép a fejedben, amire vágysz, vagy ami egy álomkép, egy állatnál? Tehát amire vadászol, ami most ott van a fejedben, és hónapok óta azon gondolkozol, hogy hogy a fenébe tudnám ezt az állatot elkapni, hol tudnám elkapni, hogy tudnám megfotózni. Van nagyon, nagyon sok ilyen van. Az egyiket emelném ki, ami már elkezdődött egy pár héttel ezelőtt. Tamásiban voltunk, dálmokat szerettünk volna fényképezni csillagfénynél, tehát csillagokkal a háttérben. És már minden összeállt, csak a dálmok hiányoztak. És most azért fogunk visszamenni, hogy hát... Négy lába van? A Dániában. Az négy lábú. Jó. És vadisznók ugyan voltak, de dánok nem jöttek. Dánok se, senki? Se Norvégó, ezek a rohadt dánok, ezek nem járnak. Figyelj, ezek éjszaka nem járnak. Hát ott... Inkább a norvégokra menjetek. Ebben a témában az óriási lehetőséget, egy nagyon jó képet lehetne csinálni, de még be kell ülni a gólt. És ezért vissza fogunk menni, mert most már tudjuk pontos helyszínt, hol a legjobb, ismerjük az állatoknak a mozgását, a technikát felépítettük tökéletesen, és most már tényleg csak az a fránya dám hiányzik. Ezek a képeket te utána eladod, vagy értékesíted? Hát nyilván itt egyfajta önmenedzselésről van szó, tehát nem a pénztárcádban akarok turkálni, de azért a lest megépíteni, több fő stábbal dolgozol, utazni külföldre. Hát egy ilyen ember, aki a természetben mozog, az nem mindig mozog jól az anyagi világban, hogy megteremtse a lehetőségeket. Ezt hogy tudod összeegyeztetni? Van egy menedzsered, vagy van egy ügynököd? Vagy... Igen, egy nagyon jó csapatmunkában dolgozom, van egy menedzserem is, asszisztensem is, operatőröm is, és most már ez egy csapatmunka. Hát lassan ki se kell elmondani fotózni, nem? Átküldik a képeket kicsit. Automata berendezés. Otthonról exponálsz. Igen. Hát nekem a pénz verés az mindig egy ilyen melléktermék volt. Uh-huh. Tehát én már kezdetekben is úgy álltam ennek neki, hogy valamit tudjak fanatikusan csinálni, aztán a pénz az majd úgy jön, mert hogyha valamit úgy elkezdek olyan módon művelni, ahogy mások nem tudják, akkor abban valamilyen módon is lehet pénz. Hát igen, csak láttam most itt a képédet, Afrikában most éppen egy lesépül, majd amit elfektettek és leraktok a víz alá, úgyhogy éppen tényleg csak a fejed lógjon ki. Hát azért oda 4-5 ember kiutaztatni, hát azért ehhez. Hát ez most például úgy működik konkrétan, amire rákérdeztél, hogy ugye 99-ben építettem lest egy ilyen kis szárkubból,
aztán itt vettem egy kicsit komolyabb lest, aztán még komolyabbat, amit láttak az interneten sokfelé, és ez az afrikai területtulajdonos már azért hívott fel, hogy ő szeretne velem leseket terveztetni. És azért udaztam ki megnézni a területét, láttam, aha, hogy jó, nagyon jó a fickó is, iszonyat kooperatív, nagyon rámenős, és akkor terveztem neki egy lest, azt pikpak megcsinálta úgy, hogy csili-billi. Ez lett a burzsalarab. Érdemes volt neki még egyet tervezni, és most én nekem van egy lehetőségem, gyakorlatilag ingyen járni Afrikába fotózni. Megközben leseket terveztem. És akkor már termékként meg ugye építek neki egy pár lest. Na most több tízezer képed van nyilván, vagy több százezer kattintás, ami a kezedben van. Hány olyan képed van, ami ebből szerinted tökéletes? És hibátlan. Hát ez szubjektív, de mondjuk három képre vagyok nagyon büszke. Három képre? Igen. Több tízezer vagy százezer képről összesen három képre vagy büszke. Igen. Ebből, aha, az egyik ez a pelikános, a másikon levélvágó hangyák vannak, a harmadikon pedig... Az is itt van, a hangyás kép is itt van. Egy ágról csüng egy kígyó, egy Kosztarikában, és egy kolibris. És egy kolibri nézve lesz. Nagyon komoly. Ez a hangyás kép, amikor cipelik a leveleket? Nem, ez volt a fő téma, amivel dolgoztam, hogy különböző színű leveleket szállítom, hangyákat fotózzak, de a képet, amire leginkább büszke vagyok, azt egy melléktermékként fotóztam egy éjszaka alatt. Tehát nem az volt a projekt, hanem ott a helyszínen improvizálva készültek a képek. Őszintén, hányféle növényből válogattad össze a leveleket? És vitted oda, hogy ezt hangyák. És beszélted meg a hangyák, hogy gyerekek, vigyétek el, rohadtul nincs erre időm. Még egyszer elmondom, a rózsaszín megy elől. A zöld az utolsó. Nem érted? Na figyelj, gyorsan elmondom, mert ez fog neked tetszeni, hogy az volt a probléma, hogy össze-vissza szállították a leveleket, ugye? Tehát nekem rendezett, hát milyen ösztörösek ezek a hangyák? És elkezdek gondolkozni, most a ragasztó azért annyira csak nem jó, mert nem természetfotózás, most hogy neki adom a levelet, az meg azért nem jó, mert látszik, hogy én adom neki. Tehát nyilván kipróbáltam, hogy az hogy néz neki, de ha én vágom ki ollóval, az nem olyan, mint amikor ő rágja ki. Tehát neki kell kirágnia, saját magának kell, hogy érezze. Viszont nem akartak rendezett sorokba menni, ezért kitaláltam azt, hogy mesterséges szélre lenne szükségem. Na most az őserdőben minden kapcsolatot távol, térerő nincsen, hogy csinálják mesterséges szelet. A Lodge-nak a számítógépéből kiszereltem a hűtőventilátort, azt beraktam az ág alá, és amikor egy olyan színű hangya érkezett, ami nekem tetszett, akkor bekapcsoltam. Egyébként egy ilyen, annyi volt a kapcsoló, hogy akkumulátorra egy autó aksira rá kellett zárni kellett egy érintkezőt, akkor beindult ez a mesterséges szél, és az a hangya, ami mondjuk oldalt szállított ezt a levelet, az felsétált a tetejére. Hát komolyan mondom, én meg megyek érted a kiállításodra, nézem a képeket, nézd már az a hangya, hogy viszi, az közben meg van ventilátorozva. Hát milyen cudarvilág ez a természetfotózás. És alulra meglökted kicsit széllelőket, és azok ugye fölállították a leveleket, feltesszük a képeket a Facebookra, ugye a képen úgy néz ki, hogy mindegyik hangya cipeli a hátán a levelet, de a levelek nincsenek eldőlve, hanem itt a házat ugye viszik a hátukon. Széllel fújdogálod őket. És a színe honnan van? Most mondd el a színek honnan. Az Photoshop. Szenzációs egyébként, és erre a képre vagy többek között büszke, ez egy mellékterméke. Ez volt, amivel két hetet dolgoztam, meg csináltam vagy 20 000 képet, ez egy eléggé kemény munka volt ott egyedül abszolút, tehát olyan sötét volt, mint a Bivajba. Elképesztő körülmények, viszont az a kép, amire ennél büszkébb vagyok, az meg melléktermék volt, hogyha tovább pörgeted, ez egy zöld tónusú kép, és ami látszik, amint a levélből rágják ki a darabokat. Igen, ez az? Igen. Hát ez is egy szenzációs kép, igen, ezt is feltesszük. Itt a levél alulról van megfotózva, a levél másik oldalán vannak a hangyák, mint egy megvilágítva, és közben néhány hangya benéz a levélen, mert hogy lyukat rágnak a levél közepébe, és átnéznek őket, és láthatóvá válnak nem csak az árnyékok, illetve alul meg ugye cipelik az általad megfújt levelek. De itt már nem fújtam. Nem, itt már rájuk van ragasztva, tudod, és már eldobták volna szegények, de nem ment. Azért még fontos, bocsánat, hogy a ventilátort visszaszerelted, vagy azóta is fagyogottnak 5 perces túlmelegedés után a számítógépek a Lodge-ban. Csak estére kaptam meg a ventilátort, meg a kocsi akkumulátort is, tehát minden reggel vissza kellett szerelni. Mire ébredtek a Lodge-ba, addigra vissza volt forrasztva. Kérdezi egy hallgató, hogy ugye mi most indulunk Dél-Afrikába egyébként 6 hétre, hogy olyan kép nem érdekel-e, hogy éces denevér támad emberre? Aha. Mert hogy lesz ilyen. Nincs hely esetleg a vágyámok között egy ilyen kép elkészítése. Valami ladát emlegetnek, amit láttak a Spektrumon, hogy van-e benne fék? Azt imádják azt a ladát. Igen, van benne fék is. Pöcre indult, tehát zseniális. Ez egy álca ez a lada? Hát amikor én kezdtem, akkor én iszonyat csóró voltam, semmire nem volt pénzem, és a ladát vettem meg a szüleimtől. Valami ilyen, azt hiszem, 70 000 forintért. 90
nem, 2006 körül. Aha. És akkor ezt a gépet, nem, mert 2004-ben, már 10 éve. És akkor ezt a gépet kezdtem el nyűni, ezzel építettem fel a tanyámat. Aztán, hát mivel akkor már ezek a képek szerepeltek a médiában valamennyire, kijöttek a tévéstáboktól, és akkor ez volt a közlekedési eszköz, így ismerte meg a nagyvilág, de azóta sem zúztuk be, mert ha jönnek hozzám vendégek fotózni, akkor kifejezetten kérjük, hogy menjünk a Ladával. Mert hogy szervezel ilyeneket is, igen, hogy lehet hozzád menni. Azért azon gondolkozom, hogy nagyon jó munka ez, nem? Szóval annyira meditatív lehet, annyira kikapcsol, annyira természetközeli, hogy pontosan ezért az ember abszolút meg is érti, hogy neked egy napot el kell töltened a fővárosba, és a hajad kihullik, és menekülsz vissza, hogy azért ez egy rettenetesen szép munka, nem? Amit az ember talán nem is érez, hiszen minden nap csinálja. Meg annyira változatos. Mert 30 szakma az, amiből szükség van ismeretekre ahhoz, hogy el tudjuk érni az eredményeket. Például most szó volt néhány esetben a fotózásról, de mellettem filmezünk is. Ezeket az ötleteket már az ötlet megfoganásától egészen a készkép elkészítéséig filmezzük. És ez egy újabb szakmát tárt fel. Ugye mi hozzuk létre ezeket a dolgokat, ezért szükség van némi építészeti ismeretekre, tervezni számítógépen, szükség van arra, hogy ezeket az anyagokat jól tudjuk használni, etológiát tudunk el, elektrotechnikát. Igen, azért ez már tényleg nagyon messze van attól, hogy egy ember gumicsizmában ül egy lesen és kattogtat egy szmenával, nem? Tehát, hogy amit az ember gondol, mondjuk. Már annak is meg volt az él maga varázsa. Annak is meg volt a szépség, igen. Kitaláltunk egy kitelepülés Bencével itt a hírek alatt. Nagyon jó, menjünk. Jövő tavasszal, amikor is ugye hát lehet világosban mozogni, mert most már azért ugye mondtad, hogy télen inkább sötétben mozogtok. Azért, ugye? Mert télen a fő téma az a lesz, ahol inkább dolgozunk, oda rétésre sokat csalogatunk, és annyira érzékeny ez a jószág Magyarországon, hogy nem szeretünk nappal mozogni. Tehát mi sötétben megyünk hajnal 5-kor, és 5 óra előtt nem is jövünk ki, mert rajta ülnek a lestetején a sasok, és hogyha megzavarjuk, akkor sokkal kevésbé fog visszajönni. De jövő áprilisban kimennénk Bencéhez. Megjön a kitelepülés? Itt ülünk a lesben, kedves hallgató. Nem, itt ülünk az üvegstúdióban, egy büdös állat nem jött erre. Tartsd vissza, Feri, tartsd vissza. A reflektorokat most már lekapcsolhatják. Igen, de hogy szépen egy ilyen kis kitelepülőszettel, ketten, hárman, tényleg mindenki kimegy, és elkísérjük Bencét egy ilyen 6-tól 10-ig terjedő intervallumban, egy természetfotózásra, és közvetítünk a hallgatóknak, hogy mi történik a lesben. Hárman nem mehetünk ki, mert nyilván állat nem jönne arra, de majd megnézzük, hogy ki az, aki Már látom magam előtt egyébként, hogy kimegyünk a szettel, az azt jelenti, hogy Balázs megy majd egyébként Bencével a padlófűtéses, bőrüléses kanapése. Még a Ferivel egy melegítő palackkal, meg fél üveg slivovicával, ott egymáshoz bújva, mint két ilyen kis, hogy hívják, két ezüsthátú gorilla, ott fogunk reszketni, mint valahol. De szeretnénk, jó? Úgyhogy egy jövő áprilisban, májusban. Ki akarlak vinni, úgyhogy húzhatok sorsot. Jó, addig találd ki, hogy mire lehet menni áprilisban, májusban. Én minden állatnak örülök, rettenetesen városi vagyok. Medvére, ember, hogy vízimadára fogunk menni. Vízimadára. Vízbe kell menni? Hát ha nagyon akarsz, lehet, de igazából papucsba is lehet jönni. Nagyon jó. Jó, akkor kimennénk hozzád. Jó? Jövő áprilisban. Hány kilométerre fogjuk megközelíteni a terepet? 50-60? 200 métert kell jönni. Tud, a múltkor voltunk a múlt hétvégén kitelepülésen Sárváron, a stúdió és a szállás között 15 méter volt, ő kocsival jött. Gyerekek, jó, csak mondom. Gyerekek, hajnalban ki tudja, hogy mi történik, hogy Sárvár nem sétálgatunk a tért, felügyelet nélkül a sötétben, medvék, farkasok, nem Balázsnak való vidéket. Beültem a kocsiba és átgurultam az üvegstúdióba. Na ez lesz, a lesre rá. Kocsival el lehet menni a lesig? El lehet. Neked el lehet. 200 méter. Akkor meg vagyok. Bence, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, meghívtad. Hihetetlen érdekes világ ez, és számunkra teljesen ismeretlen. A képeket egyébként csak mondom, feltöltöttük a Facebook oldalunkra, ha valaki szeretne Bence munkájában gyönyörködni, akkor tegye meg, tényleg elképesztő képek ezek. Morning Show. Hihetek, mi egy hét múlva indulunk, kihagyhatatlan, hogy azért tanácsokat kapjunk attól az embertől, aki úgy ismeri Afrikát, mint a saját tenyerét. Aki fel tud készíteni az összes veszélyre, meg tud tanítani nekünk egy-két fontos mondatot, amit majd ott elő tudunk adni. Számomra mondom, a nagyot egyétek, ne a középsőt. A nagyot értem. Vagy a kicsit, én ezt akarom megtanulni. Ti is nyilván meg akartok tanulni mondatokat. Hát viccelsz. Van egy ember, aki kiválóan beszéli a zulut, ismeri, és minden dél-afrikai a barátja. Hát nála jobban nem ismeri senkit Afrikát, még Máté Bence sem. Hát értem, a pákó az egy két lábon járó les, akire rá se bagoznak a malavitai sügerek. Ő otthon van Afrikában. Mikor volt utoljára Afrikában? 32 évvel ezelőtt. A jelek szerint ott született, de hogy valószínűleg 6 évesen tették ki az országból, mert mondták, hogy nem. Tehát ezt még Nigéria se tudja bevállalni. És...
És azóta ő nem járt Afrikában, de még ennek ellenére is többet tud Afrikáról, mint mi. Sötétedés után valóban nem lehet kimenni. Mit együnk? Mire figyeljünk? Így van, mi a nemzetünk? Honnan lesz vízünk? Hogy mondják, hogy nem tudom, zulu nyelven, hogy ezt köszönöm szépen, nem kérem. Kérem, ne bántsatok itt a hitelkártyám. Érdemes elmenni egy esti fürdőzésre a Nílusba. Igen. Afrikáns nyelven hogy mondják, hogy odaadom az értékeimet, leveszem a kaput és pulcsimat, csak ne öljetek meg. Ez például jó, ha te megtanulod. Itt a futócipőm, csak ne bántsatok. Igen. Nézd meg a frizuráját, ő a leggazdagabb, őt vigyétek. Igen, vigyétek a középsőt, érte, sokat fizet a magyar állam. Szóval annyi minden van, gyerekek. Hát és hát kit hívnánk, ha ne őt? Nem? Vagy ha nem Pákot, hát egész egyszerűen. Tényleg, akkor már tényleg tájékozódjunk autentikus forrásból. Igen. Itt van a Magyarország afrikai nagykövete. Az intellektuális mélységek és mélységek ismerői. Bauni! Bauni! Hello! Bauni Show! Istenem, hát te komolyan mondom, tudsz hiányozni az embernek, tényleg. Ti is nekem. Na mi van, meg lett a telefonod? Vagy új telefon? Vagy mi történt? Nem, ez új telefon. Képzeljétek, hogy a nadákból hagytam, a lemerült, és a be volt a mosógépe. Aha, tehát kimostad a telcsidet. Igen, pontosan. Ja. Azért nem találtam meg, elnézést. Kérek, ja, tőletek is, és a Klász FM is hallgatok. És akkor, amikor teregettél, akkor jöttél rá, hogy ott van a telefonod? Vagy hogy találtad meg? Hát úgy találtam, hogy egyszerűen megnéztem a ruhaszekrénybe, és utána rájöttem, hogy előtte nap betettem a ruháimat a mosógépbe, és a benn volt, biztos, hogy benn, csak benn lehetett, hogy egyik nadrágban a telefon. És azért nem csógott, csak aztán de ez már meg van mosva, csak még nem volt kiteregetve. És aztán ott találtam a mosógépbe, a sebébe. És már nem tudom már mit csinálni vele, csak el kellett dolgozni. Te kezeled a mosógépet egyébként, vagy a párod kezeli? Nem, hát mi a kozó sem kedvelünk. Aki arra jár, az kezel. Hát én is tudtam mosogatni, Balázs, én is tudtam mosogatni. Nyomkodod rajta a gombokat, aztán csak lesz valami. Abszolút. Vagy a mosógép szerelő mondja el 20-szorra, hogy nem rossz, csak be kell dugni. Nem, rajta van a tájékoztatás. Mit kell nyomni? Na, drága pákunk, hát nem sokára Afrikába készülünk. Hozzátok. Otthonra. Megyünk családra. Igen, megyünk Afrikába. Családlátogatásra megyünk, igen. Beugorjunk, vigyünk valamit egyébként, drága jó anyukádnak, apukádnak? Szállítsunk valamit? Hát persze, orrulni fognak neki, azt tuti, azt nagyon-nagyon biztos. Meglátogatok édesanyám, amik édesapámat, és kell, hogy beszéljünk. Hát a mentek Afrikába, már megvan a védőoltás. Azokat összegyűjtöttük. Igen. Mert ez nagyon-nagyon fontos dolog Afrikába, az, hogy valaki vagy bárki, vagy elindul Afrikába, az, hogy védeni kell magát a malária és a moszkító ellen. Mi a másik? A malária és moszkító. A moszkító. Moszkító. Szúnyog. Ti is moszkítónak hívjátok? Igen, moszkítónak hívjuk, az szúnyog. Igen. És a minden el kell mondani mindenkinek a utcán, hogy Bauni, érted? Bauni! Hogyan nevessük meg magunkat az első napon? Bauni! Hogy szúrasd magad azon a hason, Nelszprújéval egy nem tudom, valamilyen nyomornegyed szélén valahol, mindenkinek kezdj el nagyon-nagyon hangos Baunikat mondogatni. Igen. Ez nagyon-nagyon fontos, és nem is mindegy, hogy kell mondani mindenkinek a utcán, hogy Bauni, mert ott emberek, hát tudjátok nagyon jó, hogy ezek az emberek nagyon-nagyon mosolyognak és nevetnek. Akkor is bármi bajuk van, azaz nem számít, az leszámítva mosolyognak. És azt szeretné tőletek is várni, hogy ti is mosolyátok, legyetek velük barátságos és kosztolottok neki. Jó, mi is nevetünk, ha bármi bajunk lesz. mi is sokat fogunk nevetni, igen. és a másik dolog azt, hogy Afrikában, a dzsungelbe vannak olyan dolgokat, például az afrikai szokások, hogy mit található a dzsungelbe? A található a kígyó, a kobra. A kobra, a híres afrikai kobra, igen. Afrikai kobra. Igen. Ezek,
ezek nagyon beszélsek állatok. És nem is tudom, hogy akartok ezt csinálni, hogy nélkülön mentek Afrikába. Hát az Akalamago dzsungja is benne, hát az kell nektek. Azaz. Téged tolnánk előre mindig. A dzsungja Akalamago, az kell nektek. Ti Nigériában milyen nyelvet beszéltek egyébként? Tudom, ott is vannak törzsi nyelvek, meg nagyon sok féle típusú nyelv, de hogy mi a mondjuk az elfogadott, vagy mi a, az anyanyelv? Nigériában majdnem 50 millió ember ének Nigériában, uh-huh. és a Nigériában belül több mint 300 a tos nyelvek beszélnek. Uh-huh. De jó lehet. És ebből van három nyelven, ami hivatalos, amit úgy hívják, hogy a Zorubá nyelven. Ja, ezt beszéltünk erről, igen, tényleg ezt mondtad, igen, Zorubá. Zorubá nyelven, Ausa nyelven, és a Ibo nyelven. Ez a három nyelven, ami hivatalos a Nigériában. És a többi 297? Hát az csak a leszli. Sorod fel. És az Urubát megértik Dél-Afrikában? Abszolút meg. Te ezek közül melyiket beszéled, Páko? Az nem baj, az Balázs. Akkor is mondjátok nekik, hogy Báúni. Ezek közül te melyiket beszéled, vagy melyikre emlékszel? Csak hogy legalább azon a nyelven megtanuljunk egy-két mondatot, hogy érezzék dél-afrikai barátaink, hogy legalább barátsággal akarunk hozzájuk közeledni, és vagyunk annyira alázatosak, hogy megtanultunk egy-két mondatot. Te melyiket beszéled? Jorubá. Na, akkor hogy mondják Jorubá nyelven, hogy vigyétek a nagyot. Ő a legfinomabb. Mondjam még egyszer. Vigyétek a nagyot, a ő nagyot, a legfinomabb. A nagyot vigyétek, ő a legfinomabb. Aha, de az ónit azt ennyi szól kell. Mondd el egybe, hogy szól. Be la laye, oni odu daradara. Mondja, Bélalájé, Oni Odu, Daradara. Daradara. Még a Daradara az meg lesz éjszaka a sötétben, ott egy sikátorban. Nem, az para-para lesz, nem Dara. Para-para. És ez mit jelent? Mit mondtál most? Ez mit jelent? Vigyé, és a... Mit mondtál? Nem is tudod, hogy mit mondtál. Ne tanuld meg, Istenem. Komolyan mondom, veled nem vagyunk kint a vízből. Páko, nem biztos, hogy le tudod fordítani, de az hogy van? Hogy a szőke csaj igazi csemege, a kicsi a rendőrfőnök fattya. Azzal vigyázzatok. A szőke csaj én vagyok. Azt mondta Jani, hogy a szőke csaj igazi csemege, az vagyok én. A kicsi a rendőrfőnök fattya, azzal vigyázzatok. Ez hogy szól Zorubá nyelven, vagy Orubá nyelven? Be a moje lo. You told me pekini. You want now one million with Jaga. Ewo ni Jaga madidi. Na. Mondd el még egyszer. Te mekkora kamus vagy. Úristen. Mondd el még egyszer. Nem vagyok én kamus. Na mondd el még egyszer. Hogy szól ez? Be a moje. You told me pekini. Ewo ni Jaga madidi. Ewo ni Jaga madidi. Jaga madidi. Na. A fagyja az lehet a gyermek. Igen, az a hülye. Igazi hülye vagy, igazi hülye. Ha a fattyát, a rendőrfőnök fattyát, azt értettem, azt megtanultam. De ha mégis engem dobnak fel, majd a pick-upnak a átsó traktusával, hazajövök, megkereslek. Igen. Igen. Azt hogy kell mondani, hogy ne bántsatok, vigyétek a hitelkártyámat? Figyelj, az lehet, hogyha bajba kerülünk esetleg, akkor lesz egy ilyen vészszám, amit mindig fölveszel, azok leszünk, mi átadjuk a telefont, és lebeszéled velük, ilyet lehet? Persze, hát ezen a száma elérhető. Nem tudom, hogy mennyire lennénk kint a vízben. Semmennyire elárulok. Elnézést, várjatok, tárcsázok valakit. Majd ő megbeszéli veletek. Mi lenne velünk, ha Páko lenne a túsztárgyalom? Hát akkor nem bántanánk, csak az asszonyuk lennénk. Nagyon rövid időn belül. Milyen állatokat esztek ti ott meg? Tehát mi az, ami teljesen elfogadott egyébként, és teljesen természetes módon eszitek meg?
mi mindenféle állatok eszünk. A lényeg, hogy halott legyen. Hallottak nem. Hallottak nem. Mondj egy-két konkrétumot, hogy mire kell készülni. Nyilván hát 8-9 ezer kilométer van mondjuk Nigéria és Dél-Afrika között, vagy mondjuk 7 ezer, tehát annyi, mint innen Magyarország. De hogy... csak úgy kíváncsiságból tényleg. Tehát amit teljesen hétköznapi módon leölitek, megfogjátok, meggeszitek, ami mondjuk egy európai számára egy kicsit furcsa lehet, vagy hát legalábbis különleges. Úgy mondják, hogy ez egy pandemiam and egusi. Pandemiam and egusi. Az minden soroknál lehet megenni. Árulják a minden utcának a soroknál. Hát mindjárt étterem. Étterembe mész, és a legfinomabb. A legfinomabb kaja Afrikában. Jó, de miből van? De miből van? Tehát, hogy mit árulnak? Mi a hús? Tehát milyen húsból van? Arra akarok kiukadni, hogy mit ölnek meg azért, hogy megegyék, mert hát azért hallani érdekes dolgokat, hogy ott azt gondolod, hogy csirkét eszel, de hogy nem biztos, hogy jó, hogy rákérdez, hogy miből van, hogy milyen állatot esztek meg? Hát eszünk a disznó, mert Nigériában. Ez még azért kevésbé különleges. Igen. A mindenit most letérleltem. Eszünk a disznó, a csirke. Pákó, ilyen, hogy krokodil. Krokodil, gnú, mit tudom én, majomhús, bármi olyan, ami nincs Európában, hogy csirkét esztek és disznót, hát azért ez viszonylag azért ez Európában is elfogadott. Igen, ez így van, de a különleges hús, amit tesznek Afrikában, el kell, hogy mondjam, hát esznek a kígyó. A kígyó? Aha, tehát megeszitek a kígyót, ez érdekes. A kígyó, a kobra. Hát kígyó, a kobra. A kobra. A moszkitot is A moszkitot elvésztem. Ennyire hülyének ne nézzél már, hogy egy moszkitó persze. Kimegy egy ember egy zsákkal, elfog másfél kiló moszkitót, majd megsüti. Így van. Hát megsüti. Vadasan. Mi? Megsütik a szúnyog. Persze. Nyilván ettél. Ja tudom, ez a ritka másfél kilós hímszúnyog, ugye, ami a nagyra megnő és le lehet nyilazni. Aha, értem. Igen. Csodálatos vidék ez az Afrika, a hímszúnyog. Hagyjál már. És gyakran vadásztak levéltetőre is. De tőle így már nekem Balázs, komolyan mondom. Aha. És vannak olyan rész Afrikában, úgy hívják, hogy oké, azt jól, ilyen kannibálok, tudod. A kannibálok a mai nap is létezik. Még irában nincs kannibálok, de azt mondom, hogy Dél-Afrika arrafele annyira nem ismerem a területe, de azt mondja, mit esznek, nagyon-nagyon hasonló, mint a nigyúra is. Érted, a nigyúra ember elindul Dél-Afrikába, ugyanis megkóstolja az ottani kaját, ami hasonló a nigyúrai étehez. Hát pont erre akartam kiukadni, hogy vajon mi lehet az bogarak, szöcskék, sáskák, de hát igen, mindig elfelejtem. Csak hogy... leginkább grillezve eszik a moszkítót, nyilván. Figyelj, ha viszünk valamilyen ajándékot például, amiről ők úgy gondolják, hogy mi kedveskedni akarunk, vagy meglepni őket, vagy ha bajban vagyunk, elővesszük, és annak ők nagyon örülnek, akkor mit vigyünk, vagy mit tanácsolsz, mi az, ami segíthet nekünk, ha például ott bajba kerülünk, vagy esetleg olyan társaságban, mondjuk nem akarunk. Mit vigyünk magunkkal, vagy mit vegyünk elő? Hát vegyetek elő olyan póló, ami rá van írva, hogy a Morning Show. Aha, nagyon jó van. Imádni fogják, biztos. Imádni fogják, de most komolyan. Komolyan, bármi olyan ajándék, vagy aminek apró... körülnek. Igen, tehát mondjuk egy zsebkésen kívül, mert azt nyilván mondjuk támadásra veszik, aminek örülnek. Tehát, hogy van ilyen dolog, hogy mondjuk van, nem tudom mi a zsebünkben, akkor az jó, ha elővesszük. De tegyünk fel, a ételről van szó, nem tudom, a tárgy, vagy étel, vagy mit tudom én, de Afrikában nagyon-nagyon a szegény gyerekek vannak. Én azt mondanám, hogy inkább vigyétek ilyen zsák rizse, zsák bab, jó, Balázsnál lesz a franciakrémes. Igen, mondja egyet. Balázsnál lesz akkor a rizs, Ferinél a bab, nála meg majd lesz egy bajor paraszt kenyér. Igen. Vigyétek a toll, a kis vigyétek, a baseball sapká, ilyen ápoló, orrul neki kint Afrikában. Aha, majd egy ilyen mozgó bolttal megyünk, egy ilyen Family Frostos kocsival. Igen, úgy kell elkezdeni, hogy a Feri majd így teker egy ilyen mozgó bolton, tudod, egy ilyen mozgó árusok lesznek, és adogatjuk a baseball sapkát. Mikor voltál utoljára otthon? 12 évvel ezelőtt. 12 évvel ezelőtt. Igen. Most tavasszal úgy volt, hogy mész? Hát mi lett azzal a projekten? Meg van még a mátkád, vagy sikerült már megkérned a kezét? Vagy szakítottatok? Vagy mi a helyzet?
Hát az a helyzet, hogy most is meg vagyunk, de el kell, hogy mondjam, hogy a helyzet miatt előre tolom ez egész SQ-o, mert tényleg ezt meg kell gondolni, meg kell tervezni. Ez nem úgy volt, ahogy én gondoltam. Túl kapkodtam az egészet. Elsiettem egy kicsit. De a leányzó még megvan, vagy egy csendes őszi éjszakán öngyilkos lett valahol melletted? Tehát, hogy ő megvan még? Megvan még, abszolút. Meg valahol külön. Sikerült a lánykérés? Sikerült? Odaadták? Vagy még azzal próbálkoznod kell? Hogy Hát az nem sikerült. Nem sikerült meg, de én is azon vagyok, hogy sikerüljön. Mikor esett le, hogy nem sikerült, Pát? Igen, és ugye ez már nem is nagyon fog sikerülni. Nem, Páko, nem mosolyog, ne őrüljél, nem adtam oda a lányomnak a kezét, nem vetted el feleségét. Elveszem feleségét. Jaj, Páko, komolyan mondom, ki kellett volna, hogy vigyünk. Tehát egyrészt veled minden nap sokkal vidámabb lett volna, kettő, hogy azért ott lett volna egy tolmácsunk, hát látjátok, mennyi mindent tud, hát csak úgy dől belőle az információ, hát gyerekek. Hát ő ott egy bármilyen túsztárgyalás levezetett volna. Meg jól lettél volna élő pajzsnak, hogy jön a kobra. Hát én is azt mondanám, Balázs, hát nélkülön mentek Afrikába, hát ez így nem buli, hát én nekem ott kell lennem én is. Igen. Beletek, hát értelek, minden lefordítom, Tamás, ez még az, még az, hogy lássák, hogy ki vagyok a barátaim, és nem eszlek meg. Utaztam én már veled egyébként. Aha. Elég hosszan Dél-Afrikában, nem is Argentinában voltunk mi együtt, ugye a rettegés fog, amikor egymás mellett ültünk a repülőn. Én nagyon sokat nevettem ám. Tehát nekem azért nagyon boldog egy hét volt, amikor mi Pákóval egy csapatban voltunk, és Argentinába utaztunk. Igen, sok vidám percet éltünk meg. Pákokám, nagyon köszönjük. Nagyon hasznos volt. Nagyon sokat tanultunk. Igen, én is köszönöm. Hívunk kintről, ha bajban vagyunk, jó? Igen, ezen a számban elérhető mindenféleképpen, és nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra. Jó. Na végre, egy értelmes mondat. Köszönjük, Márko. Vigyázzunk. Aranyos vagy. Bauni! Bauni! Májo, hó. Déli Afrika, hú. Páko. Májo, hú. Déli Afrika. Páko. Páko. Átírtad a szöveget? Mert nem ez volt korábban. Emlékszel? Ez gyanús, ez a saját dalod, de közben még sincs ez benne. Déli Afrika, hú. Figyelj, elköszönünk, jó? Tényleg tedd le a telefont, jó? Na, próbáld meg letenni. Bauni! 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 Májo, hú. Daily Africa, when you are there, good I lose it. Even a baby miss you, even a baby me that bow. You know me, Nilao. Nem neki a legjobb. Daily Africa, Mayo. Daily Africa. Itt vagy még, Páko? Itt vagyok. Komolyan mondom, te a világ legboldogabb embere vagy. Én azt szeretném, hogy te hozzám költözél. Én nem láttam még egy ennyire megvilágosodott embert, aki egy folyamatos boldogságérzetet él meg. Tehát a legnagyobb varázs vagy te számomra. Nagyon egyébként jó. Komolyan. Nem beszéltem még veled úgy, hogy te rossz kedvű lennél. Figyelj, ha te otthon maradtál volna, akkor biztos, hogy a törzsöd varázslója lennél már, mert az indiának is mindig a bolondokból csinálnak sámán. Igen. Azt írja egy hallgató, hogy a Wikipédia azt írja, hogy Páko jogi ösztöndíjjal jött Magyarországra az ELTE jogi karára. Gondoljátok el, milyen volt a többi, ha volt a legjobb. Egy jogász csempészte be valószínűleg. Na, most tényleg tedd le, jó? Ne énekelj, csak tedd le, jó? Jó. Bauni! 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 Mindbe fogtok halni. Te hülyen vagy. Na jó van, szevasz! Szevasz! Ciao! Bauni! 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 Itt vagytok még? Jó van. És ez még így tartott egészen. És csinálták a srácok 10 órán keresztül. Meg nem öregedtek, és tényleg meg nem halt. Nyomd meg a gombot, jó? Mi akkor vagyunk nyugodtak, ha te teszed le. Nyomd meg a gombot, jó? De melyiket? A pirosat. Nyomd meg a pirosat. Van olyan?
csak mindjárt megnézem. Vigyázz magadra. Itt vagy? Itt vagyok. Na jó, a mosógépben segíteni szokott. Mit csinálsz? Nyomd meg a gombot a telefonodon. Nyomd be, van egy gomb, a lett egy ilyen kagyló gomba, piros, nyomd meg. De nyomom, Balázs. Aha, biztos nyomod. Fia, akkor vedd ki az aksit. Na próbáld meg, utoljára próbáld meg. Jó, na, sikerült. Mondtad, hogy van egy összeállítás, ugye? Jaj, hát kérlek szépen. Ami tulajdonképpen az interneten felelhető, és ebben helyesírási hibákat szedtek össze. És ezzel valószínű, hogy mindenki találkozik, vagy sok helyen találkoznak, különböző kapukon kiírásokon, közös képviselők, amiket a lépcsőházakba tesznek, házoldalára, szórólapok, reklámújságok, vagy csak nevelési jelleggel, ugye például, hát itt nálunk is a WC-ben elég sok mindent írnak ki. Nem sikerült megfejteni egyébként, hogy ki írja ki ezeket, ez a ne lopd el a WC-kefét, hozd vissza az illatosítót, ha elvitted a mangósat, hozzál almásat helyette. Bár abban nincsen nagyon sok hiba, egyébként egészen jól ír helyesen az illető, nem tudjuk, hogy ki ő. Viszont nagyon sok helyen találkozni helyesírási hibákkal. És nem is csak helyesírási hibákkal, hanem különböző elírásokkal. És hát tegnap az egyik ismerősünk küldte át ezt a kis összeállítást. Sírtunk rajta a röhögéstől komolyan, tehát rettenetesen vicces az egész szerintem. De mondjuk nyilván, amit már így hajpolnak fel az emberek, azt már az ember nem fogadja annyira viccesnek, de ez tényleg azt higgyétek el. Na. De mennyire? Egytől tízes skálán mennyire? Hallom, de én egytől kilencesre gondoltam. Figyelj, kedves vásárlóink, felhívjuk a figyelmüket, hogy a kelkáposzta leveleinek eltávolítása a termék rongálásának. Figyelj, ez csak... Valaki megeszi a levelet, hogy letépkedik? Igen, letépkedik, és lehet, hogy megkóstolják. Vagy pedig lehet, hogy ilyenkor a fonnyadtabb leveleket eltávolítják, és akkor csak a friss terméket viszik el, a friss káposztát, vagy a friss salátát. Következő, egy paradicsomos halmárkáról van szó, azt mondja, hogy amit úgy hívnak, természetesen rosszul írták rá a nevét is, hogy a márkát azt nem is mondom, hát ha beazonosítható, paradicsomos szar, 89 forint. De a szósz akart lenni, vagy ugye? Hát de nehéz ezt így eldönteni. Szerintem inkább itt arról van szó, hogy ez egy Szardínia, és nem fért ki. Tényleg, a Szardínia, persze. Nem fért ki, és így oldották meg, hát kevésbé gusztusos, kevésbé étvágygeresztő, kevésbé csinál. 89 csak... forintért megvásárolható a paradicsomos szar. Szerintem nem lehet, egy ilyen ajánlat mellett nem lehet elmenni. A hülyének is megéri. Egész biztos. Aztán van nekünk egy olyan kávéfőzőnk, amiben nincsen porzsák, mert hogy ez egy csökkentett áru termék, pontosan azért, mert hiányzik belőle valami. Én nem tudom, hogy egyébként egy kávéfőzőben hol szokott tartózkodni ez a bizonyos porzsák. Én megmondom őszintén, kicsit öbölök. Igen, a felirat a következő: kávéfőző porzsák nélkül. 6490 forint helyett 4990. A hülyének is megéri, tényleg. Azt meg kell venni. Hát porzsák nélkül egyértelmű, hogy megveszed. Az egyik nagy kedvencem, szívvel lélekkel termelt hazai áru, alatta grapefruit, citrom, ananász, banán és kókusz. Figyelj, az összeset szívvel lélekkel csinálták. Alatt, igen, ide. Tényleg. A hihetetlen, a nyírségű kókusznál nincs is jobb. Aha, lehet kapni 1299-ért például a szögletes kerekasztalt. Ne, de ez egy kamu. És nem. 1745-ért például férfi kiárusítás is van. A férfi kiárusítás 1745. Ajánlom a figyelmet, mert tudom, hogy odafigyelsz a kertedre, hogy lehet kapni már leszúrható kerti törpét is. De az egy, lehet, az egy létező dolog lehet. Persze. Nem a leszúrható kerti törpe 2,99. És egyébként le van értékelve, hogy 3,99. Hát nagyon komoly. A paradicsomos halnak a vonalán tovább haladva a 99 forintért, sőt, még olcsóbban is lehet kapni kakit. Igen, a felirat a következő: 99 áthúza, olcsóbb 59, felirat kaki. Az mi lehet? Ez valószínűleg ez a kaki gyümölcs, amit például az erdei madár is termel otthon, csak hát nyilván ebben az olvasatban picit furán hangzik a dolog. Tejtermékek polc, alatta ízesített alkoholok, kólafajták és energiaitalok. Természetesen a tejtermékeknél találd őket, ott keresd, hogyha esetleg szüksége van egy kis laktózra. Azt mondja, hogy fa habverő fémből 4,49-ért, nagyon jó, pumpa illatú légfrissítő, köszönjük szépen. Pumpa illatú légfrissítő, fémfaházat is lehet kapni viszonylag olcsón. Mennyi a fémfaház? A fémfaház most akciósan 39.990 a fémfaház. Aztán kilós telefon 1899-ért. De már ez a kilós telefon.
kilós telefon. Ezt nem kilós. Tudom értelmezni. Ez egy kilós telefon. Kilós telefon 1899. Viszonylag olcsó modellekről van szó, úgy látszik, majd kifutott termék, és ezért lehet ennyiért kapni. Azt mondja, hogy van a drágválfa. Na, ez már teljesen értelmezhetetlen kategória. Viszont egész olcsó, 45%-os leértékelése 249-ért van a fanadrág válfa. Én rárepülnék, ami fel annyiért kapható, mint amennyibe egyébként kerülne, azt én biztos, hogy megvenném ennyit. Itt van egy nagyon jó kis akció, fogkrémet lehet vásárolni, kettőt fizet, egyet kap. Na, azt viszont meg kell venni. Te szoktál rá menni az akcióra, a kettőt fizet, egyet kap, az... Az megint megéri. Ilyen zseliális. Az mindenkinek zseliális. Megéri, igen. Egyik személyes kedvencem a sok közül, ez nagyon-nagyon felkeltett az érdeklődésem, mert szerintem most adásra nem megyünk, és veszünk állótyúkot 649-ért. Állótyúk? Állótyúk. Nem tudjuk mi az, de nagyon jól hangzik. Aztán felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy a hús árusításánál használt csomagolóanyag hústárolására nem alkalmas. Még egyszer a hústárolás. Tehát a húsárusításánál használt csomagolóanyag, tehát amiben a húst csomagolták, hústárolására nem alkalmas. És ott van 600 kiló hús bevonva azzal az anyaggal. Nagyon jó. Nagyon jó. Azt mondja, hogy van egy külön kis ketrec ebben a bizonyos áruházban árutárolására, egészen konkrétan a lopott árutárolására. És feliratozva. De várjál, ez mit jelent, hogy létrehoznak egy ketrecet? Tehát ez mi, hogy oda rakja be a lopott árut? Vagy akitől elveszik, azt oda berakják? Igen. Vagy igen. Az embert rakják be a ketrec mögé? Egyébként nem kicsi maga a ketrec, tehát valószínűleg elég sűrűn történik ilyen cselekmény. Következőt szeretném, hogy te olvasnád be, hogy mégiscsak rajtad kérjék majd számon a következő szerdai értekezleten. Ez is le van értékelve, -50%-ra. Azt nem tudom beolvasni. Négy betűs G-vel kezdődik, I-vel végződik. Egyik elmondom. Van még benne egy E betű, meg egy C betű. Igen. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó termék, sőt G, az eleje, vége, ez jó termék. Igen, 50 forintért G. Hallod? Ez a G-s termék, ami C-re végződik, ez mindenkinek megéri. Figyelj, szerintem igen. Nehogy már ne vegyek egy kilót belőle. Húzni, push. Igen, hát igen, ki hogy értelmezi magát a szót. Én azt gondolom, hogy az angolok inkább tolnak ezt az ajtót, mint húznák, de mi magyarok inkább húzzuk a push feliratú ajtókat. Óriási, hatalmas piros tábla, fehér felirattal húzni, push. Bejjebb vagyunk. Aztán... Jó, ekkora szaki lehetett, aki kiírta, húzni, push. Nagyon jó. Figyelj. Azt mondja, hogy itt látunk egy polcot, tele van mindenféle viszonylag olcsó, nem annyira minőségű, leginkább ilyen tablettás minőségű borral, ilyen pöllepalackossal, és alatta pedig a következő félre elfogadjuk a gyermekvédelmi Erzsébet tudományt is. Na most ezt körülbelül úgy kell képzelni, hogy láttuk a képén, a 60 darab kannás bort, ugye? Ugye? Igen. Gyönyörűen csillognak, villognak, biztos litere van legalább 70 forint, és igen, a gyermekvédelmi Erzsébet utalmányt is elfogadják. Hát most érted, hát ha nem szaloncukrot veszel a gyereknek, akkor legalább vigyél kannás bort. Fia, rendeletesen jó. A DVD polc, ki van írva, horror thriller szekció, alatta Eperke című az összes részt meg lehet vásárolni, viszonylag nyomott áron. 26 Bogyó és Babóca, 46 Eperke, és 65 Repcsik sorozat, a horror thriller, igen, felirat alatt, igen. Azért ezek nagyon kemények. Nagyon szeretek, és amúgy ki mondja azt, hogy nem szórakoztató vásárolni egy hiperbe. Ezek után. Nagyon szeretem őket. Van még? De egyelőre. Hát jó, ilyen kis finomságok. A gyerek Erzsébet utalványt a kannás bornál, az nekem a külön kedvence. Nekem a paradicsom, az szarak. Imádom. Hallod, énekálok érte, két bofára zabálom. Hát és ilyen 89 forint, én nem mondtam, hogy nem mennék. Hallod, hát, kihagynám már ott. Isten, bárcsak elmennék és vehetnék. Ilyetem. 6 kiló paradicsom. Remélem kereskedelmi mennyiségbe is lehet kapni. Ja, igen, jók ezek az elírások egyébként. Megvizsgálnám egyszer, hogy pszichológiai szempontból ezeknek a leárazásoknak, átárazásoknak még van-e valami hatása, de szerintem biztos. Biztos, hogy beírnak, mit tudom én, egy drágább árat, és beírják a termék eredeti árát, de azt már úgy írják be, hogy akciós, tudod, ha a fogyasztóvédelem mondjuk nem veszi észre. És ráírják egy tejfőre, hogy áthúzzák, hogy 345, szerintem... és beírják, hogy 178, és közben annyit ér egyébként, csak ugye fölé írják, hogy akció.
és áthúznak egy irreális árat. És nem azt nézed, hogy az irreális ár valóban irreális, hanem azt nézed, hogy akció, tehát hozzányúlsz. Hogy ezzel például a fogyasztóvédelem mit csinál? Szerintem ennek nagyon sokan bedőlnek. Hát szerintem ez még mindig egy hihetetlen hívószó, az, hogy akció, tehát biztos vagyok benne. Ha mondjuk egy teszti jellegét írták volna ki azt ott a fokrémeknél, hogy kettőt fizet, egyet kap, akkor, és látják az emberek az akció feliratot, kettőt fizet, egyet kap. Biztos, hogy anélkül, hogy értelmezték volna a szöveget, telerakják vele a bevásárlókocsit, oda mennek a pénztárhoz, és aztán ott döbbennek egyet, hogy ja, bocsánat, de egyébként ez pont kétszer annyiba kerül, mint hogyha egyesével venné meg így. Igen, igen. Egy-két SMS még, mert a hallgatóink is tapasztaltak hasonló dolgokat. Ugye elsírási hibákkal mi már egyébként egy pár héttel ezelőtt foglalkoztunk, de nem lehet megunni, viszont itt vannak olyan hozzászólások, amik szintén nagy áruházban vettek észre a hallgatóink. Nagy áruház, végeláthatatlan alkoholpolcra a következő volt kírva, iskola kezdési akció. Iskola kezdési akció. Hallom. És érted, a 600 ezer Bacardi, mit tudom, rum, viszkiren, 60 millió tömény, iskola kezdési akció. Hallod, érted. A szülőket egyébként mentálisan megviseli. Tehát az, hogy a szülő otthon tudjon este egy kicsit turbosítani, egy kis viszkivel, hát ez a gyerekekről nem is beszélve, hát milyen gyomoridegen mennek már be az első tanítási órára, ha még az csak egy osztályfőnök is. Igen. Előtt azért lenyom az ember egy kis gyomorkeserű. Igen, Beti küldte nekünk a legjobbat. Én tegnap láttam, nagyon jó, szeretem, ez a legjobb, Tibi ízű tejcsokoládé. Kiváló. Kiváló. De milyen lehet a Gábor ízű? Aha, vagy igen. A Józsi ízű? Aha, szerintem a Józsi ízű egyébként nagyon jó lehet. Szerintem nagyon finom lehet. Biztos van a ízé is, ahogy hívják bala, olyan változat például a Tibi ízűről, hogy mit tudom én, after eight. Abból én már nem venni. Igen. Azt mondja, hogy tegnap láttam az egyik nagyáruházban az állateledel osztályon kiírva a Riga kutyagumi 599. Sajnos ránézésre sem tudtam megállapítani, mit takar ez az elnevezés. Riga kutyagumi 599. Micsoda? A legjobb, amit olvastam, igen, ez egy másik, ez egy hirdetés, ez a ház eladó. Összkomfortos, kétszobás, nappal is fürdőszoba, külön WC. Érdeklődni itt, ezen és ezen a számon. Micsoda? Mindez egy gesztenyefára tolnám. Egy ABC előtt, mellette egy kocsma, sehol egy ház. Hát nagyon jó. Igen, lehet, hogy egy gesztenyefán valahol volt egy odú, és a mókus árulta. Nappal is fürdőszoba, külön WC. És érdeklődni ezen a számon. Zseniális. Sehol egy ház, nagyon jó. Láttam olyat, hogy arcápolás felirat, alatta pedig csak óvszerek. Nagyon jó, nagyon jó. No. Forró ájsztea, állítólag nagyon sok helyen van kiírva. Forró ájsztea, szintén ájsztea, nagyon sok helyen van. Igen. Szaloncukor akció, régjár 579 forint, újjár 579 forint. Árengedmény nulla. Ez így kiírva. Na, ennyi. De legalább korrektek. De legalább korrektek. Figyelj, tartja az árát. Ez egy minőségi termék lett. Dobozos sör, 225 plusz üvegbetét. Hát, vagy annyira okos vagy, hogy visszaviszed. Sajtos rúdban összetevő, búzaliszt, hidrogénezett növényi zsír, sajt, élesztő, cukor, tojáspor és lé intenzív tornádó. Hát nagyon komplex. Majd megkérdezzük a Gábort, hogy ez veszélyes lehet ránk nézve. Beszippant-e valakit? Van még egy kis búzafehérje, nem tudom, lisztjavítószer, és hát az intenzív tornádó. Intenzív tornádó, és nyomokban Dorotit és Totot is tartalmaz. Illetve egy északi boszorkát. Igen. Igen. Szintén elküldték nekünk a hallgatóink István, hogy tényleg ki van írva egy marketben, iskolai akció alatta viszki, egyet fizet, kettőt vihet. És itt van egy nagyon jó Tesco gazdaságos ízű energiaita. Azért az is milyen lehet. Az is, annak is milyen íze lehet. Igen. Debrecenben kórházi kiírás, az ajtót csúg meg. Csúg meg. Nagyon jó. De most tényleg ki az a paraszt, hogy nyitva adja egy kórházba az ajtót? Így van. Hát tessék megcsukni azt az ajtót. Hát most komolyan, én is a kórházba lenni, kikérném magamnak, hogy ott cúg van, nem? Érted, hát nem állok az ember feküdni. Mindig gondolom, hogy valaki ezt megnyitja. Érted, ahelyett, hogy megcsukna. Igen. De jók vannak, úristen. Már jelent, hogy az esemes van. Igen. Lehel piac, lódisznósajt akció. Csontos csirkemelfilé. Csontos csirkemelfilé. Tetyós kiírás, csontos csirkemelfilé. Na, ennyi. Hát nem bíznak semmit a véletlenre. Filé, de ha találsz benne csontot, nem tud beperelni őket. Na, érted? Hát ez rá volt írva.
Értem, félrenyeled, és aztán történik valami. Igen. Ez a leszúrható kerti törpe, ezt megkaptuk több helyről, ezt megnéztük, ez megvan. Igen, igen. A leszúrható kerti törpe. Ez igen. Létezik, ez létezik. Hogyha ki akarja valaki élni otthon az ilyen irányú perverzióit, akkor megteti egy kerti törpével. Igen. Minőségű kannás borok polcon kiírva, alapvető élelmiszerek. Kozák költenek. Hát de nem. Hát, van ahol igen. Kinek a kenyér vagy a tej, kinek a kannás van. Kinek ez a löblöge. Ezzel sincsen sem. Boldog csirke kapható. Boldog csirke? Boldog csirke. Na ezt most... meg jól tartották, és hát, jól takarmánytevet, és boldog volt? Igen, nem tudom. Hát kikelt minden tojása. Igen. Anna, gyere be, ezt mondd el nyugodtan. De ez nagyon jó, amit Anna ír egyébként. Ő is vásárolt egy napszemüveget, és érdekes dolog. Közben, bocsánat, ruhaosztály, színes fink. Ruhaosztály, színes fink, 1990 forint, fehér fink, 1490 hát, forint. Hallod, érted, azért meg kell, a minőséget meg kell fizetni. Érted, aki eredeti, személyre szabolta, és egy nagyon feltűnő fingot szeretne, az azért fizessen 500 gondolkoztam, hogy beújítok néhány fehér fingot, mert azért egy picit már 1490 forintra hülyének is megéri. Ki tudja, hogy Afrikában miért kapunk. Igen, füstíző párizsi, hát ez egy szomorú dolog, erről a Gábor is sokat beszélt. Igen, igen, hát ez valójában létezik, igen, hát itt egyfajta füst aromát használnak, és tulajdonképpen aroma egy ilyen adalék anyag formájában adják hozzá a füstízt, ez is egy elszámot jelent egyébként. És amikor te azt érzed a párizsin, hogy az füstölt, akkor azt gondolod, hogy mint a bükkfán füstölt, mint egy jó sajt, vagy egy jó kolbász, de nem, ezt már ugye lelocsolják őket, vagy lesprézik őket egy ilyen aromával. És hát ettől est füstízű a párizsi, ez egyébként tényleg van. Füstízű párizsi. Azért az is nagyon. Van egy kedvenc, nagyon szeretjük, ez is SMS-be jött, matróz ízű rum. Na. Az milyen lett? Anna, nem jössz? Nem jön, hát Anna, egy, az csak egy nagyon hosszú nap végén kóstollál meg. Anna vett egy napszemüveget, sport napszemüvegként árulták, az utasítás így kezdődött. Napszemüvegként ne használja. Ezt te vettél egy ilyen, de megvetted? Igen, hallgató is írta, és esküszöm, hát nem vettem meg. Hát napszemüvegként ne használja napszemüveg, hát milyen már? Mondjuk jó, hogy elolvasod legalább a használati utasítást. Aminek nem olvasnám el a használati utasítást, hát egy napszemüveg. Mert hogy nem gondolnád, hogy van benne új, nem? Hogy nem mossa ki vagyok. És az volt az első mondat, hogy napszemüvegként ne használja. Így van, hát de gondolom, milyen szűrő lehet benne. Egyszer is vége. Tehát a látásodnak annyi. Atya úristen. Igen, mert ugye hát kitágul a pupillád, de ha nem szűri meg, akkor a pupillád nagy erővel nyeri el a sugarakat, igen. Igen, meg fémfaház kapható, ilyet is láttam. Azt igen, nézzük, ez volt, igen. Ja, mondtátok, ja, bocsánat, pont hallgatóval, de fémfaház. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.